is láttam még senki más normálisan beszélni az ilyen témákról, mint ugye ez a Game Changers, meg a Norm, meg a többi. De te meg valahogy végig higgadtan normálisan tudsz ezekről a témákról beszélni, ami engem borzalmasan meglep, és tőlem is tudod, egyre többen várják ezt a dolgot. És az a baj, hogy nyilván nekem más a stílusom egy kicsit, vagy inkább talán a temperamentumom, vagy még nem csinálom elég régóta, de én nem gondolom, hogy le tudnék ülni, és 20 percet tudnék beszélni a Game Changers-ről, mondjuk úgy, hogy nem kezdek el káromkodni, vagy valami ilyesmi, de hogyha egy beszélgetés folyamán van ugye a téma terítéken, akkor azért mégiscsak sokkal jobb, mégiscsak másabb, mert nem csak nekem kell róla beszélni. Szóval ezért gondoltam, hogyha ezeken a tipikus ilyen rendkívül népszerű témákon, ha egy kicsit végigmennénk, akkor szerintem az úgy tök jól működne. Rendben. Az én hozzátennék így előjáróbb, hogy azért én sem tudok mindig nyugodt maradni, de nyilván ezt megköveteli valamilyen szinten ez az egész, mert hogyha azt tapasztaltam, hogy nem lehet úgy senkire se hatni, hogyha lekiabálom a fejét. Tehát, hogy meg kell találni a közös hangot, és meg kell próbálni ténylegesen észérvekkel meggyőzni, és hogyha én egyenlőként kezelem azt, aki másik gondolja, mint én, az hatással lesz rá, és talán az információ is nagyobb százalékban megy át. Mert amúgy egyébként én nem gondolnám, hogy fejtelen különbözne a temperamentumok. Én magánéletben azért jóval temperamentusabb vagyok egyébként. Csak igyekszek ilyenkor visszafogni magamat, mert valaki, aki, hogy hát a legtöbben, akik azért YouTube-oznak, vagy benne vannak egy ideje, azok egy kicsikét máshogy viselkednek. És ezt most ne úgy vett, hogy ez egy álca, vagy egy fölépített kép, vagy valami, mert én ilyen vagyok általában, de azért nyilván vannak olyan személyiségjegyek, amiket az ember próbál kicsit levetkőzni, mert hiszen mégiscsak valami észre, ez egy show műsor az az egész, és nem gondolom, hogy ez baj lenne egyáltalán, sőt, még akár szükség van is rá. Most nyilván nem szoktam mondjuk annyira gesztikulálni a való életben, de miután az én videóim például olyanok, hogy ülök a széken és pofázok, ezért azt érdekesebbé kell tenni valamilyen módon, és ez is egy eszköz arra például, hogy az ember kicsit túl gesztikulálja magát, kihangsúlyoz jobban szavakat, akár a kamerást is rá lehet venni, mert nem én szoktam már vágni a videókat, hogy azt csinálja, mert hogy mindenként rám közelít, stb. De ez ilyen eye candy, föl kell tartani a nézőknek az érdeklődését is, és ez erre egy jó módszer lehet. Én egyébként ez, hogyha nem probléma, akkor már lehet, hogy majd benne hagyom ezt a részt, mert érdekes lehet, mert megmondom őszintén, egyébként jegyzetelek ám tőled, tehát azért nyilván nyitott szemmel járok én is, és látom, hogyha ugye te már ezt azért elég régóta csinálod, vagy ugye csináltam egy beszélgetést ugye a Torma Valentinnel, és azért látom, hogy ti már nagyon régóta csináljátok ezt egy olyan szinten, ahol nem tudom, hogy én valaha leszek-e is, mert meg sem fordult a fejembe, de most már azért annyira nem tűnik lehetetlennek, és az a lényeg, hogy tudom, hogy rengeteget kell változnom, tehát ez teljesen egyértelmű, de megmondom őszintén, van egy icipici mentségem. Na jó, ez így nem pontos, nem mentség, de talán inkább magyarázat a stílusomra, mert én egyébként a hétköznapokban nyilván nem ilyen vagyok feltétlenül, tehát hogyha kinevetek bizonyos dolgokat, és mondjuk, jó, már most már úgyis mindegy, beszélgetünk benne hagyom, most, hogyha én lefogyatékosozok valakit azért, mert nem akar, mert fél a szénhidrátoktól, az nem szó, tehát nehogy valaki ezt szó szerint vegye, én nem tartok nyilvánvalóan senkit sem fogyatékosnak, ha fél a szénhidrátoktól, de a stílusommal próbálok rávilágítani a helyzet abszurditására, mert sokszor különben elmegy az emberek füle mellett, és én tudom, hogy nincs igazam egyébként, tudom, hogy nem ez a jó, amit én csinálok, csak jelenleg úgy gondolom, hogy ez az, amivel a legjobban tudok talán most azonosulni a személyiségemben is, és ha most le kéne ülnöm és nyugodtan, higgadtan elmagyarázni tudod valakinek, hogy miért nem hízlal a szénhidrát, akkor annyira idegesít jelenleg még a téma, mert annyira banálisnak tartom, hogy hangsúlyozom a helyzet abszurditását azzal, hogy lehülyézem idézőjelbe, aki ezt nem tudja, de senki ne gondolja, hogy én ténylegesen hülyének tartom azt, aki ezt nem tudja, hiszen itt egy több évtizedes agymosás eredménye az, amit látunk az embereken, és nyilvánvalóan nem tartok senkit hülyének. Sőt, például 10 évvel ezelőtt ugyanezeket én is elhittem valamit, 5 évvel ezelőtt én is elhittem, 20 évvel ezelőtt ugyanúgy elhittem, és lehet, hogy ennél, tehát pont emiatt zavar még jobban a dolog, mert tudod, visszahozza azt, hogy basszus, én se tudtam jól 5 éve, én se tudtam jól 10 éve. Igen, de egyébként nem gondolnám, hogy ez felne egy rossz választás, ez a stílus, mert hogy most te vagy az, aki feltörekül ezen a piacon, és ezért ki kell tűnni valamivel az emberek közül, mert azért most már ez egy telített piac, és szerintem te, amit csinálsz ezzel a stílussal, szerintem ez egy jó marketing
fogás is, úgymond, hogyha lehet. Pedig meg se forult ez a fejembe, abszolút. Az nem is baj, de tőle, én azt gondolom, hogy ez egy jó kiindulási pont lehet. Tehát, hogy mindenkinek, én azt tudom tanácsolni, mindig, hát volt már azért, hogy tőlem kértek tanácsot, mondjuk induló youtuberek, most nyilván nem rád gondolok, mert azért te bőven nem ebbe a kategóriába tartozol már, de hogy mivel lehet kitűnni, mit lehet csinálni, mert tagadhatatlan, hogy az, hogy most valaki a fitnessiparban elhelyezkedjen, az nehéz, mert ez egy terített piac, szóval valamivel ki kell tűnni, és az nem baj, ha ennyire több dologgal tűnik ki az ember. Ez lehet az, hogy kivételes minőségű információ, lehet a stílus, egyedi látásmód, maga a személyiség, tehát hogy ez mind olyan dolog, ami egy-egy fogózkodó ahhoz, hogy az ember előbbre jusson, és ez sem baj nincs az égvilágon. Én egyébként megmondom őszintén, én mindig azt a egyperces kis sztorit szoktam elmondani, hogy én is írtam 15 meg 16 évesen be ugye az edzőválaszol rovatba annó, nem is tudom, 2003-ba vagy 2004-be, és Bani az igencsak keményen elküldött melegebb éghajlatra, és az a durva, hogy rám a válasza olyan hatással volt, hogy felfogtam, hogy nem volt igazam, és hülyeséget kérdeztem, és ott egy, mintha egy törés lett volna, és bennem teljesen átfordult az a dolog, hogy megértettem, hogy mekkora ostobaságot kérdeztem, és nagyon-nagyon-nagyon fontos volt nekem utána, hogy soha többet ne kérdezzek ekkora ostobaságot, miközben én értem, hogy az emberek 99%-a megsértődik, magára veszi, de én ahhoz az 1%-hoz próbálok egyelőre szólni, aki nem sértődik meg és nem veszi magára, és nyilván idővel én is szerintem anélkül, hogy megerőltetném magam, el fogok menni abba az irányba, hogy egy kicsit kedvesebb leszek úgymond az emberekkel, de most az elején még egyelőre úgy gondolom, hogy inkább a kisebbséghez próbálok szólni, ahhoz a kisebbséghez, aki nem sértődik meg esetleg a stíluson. Meg ahhoz a kisebbséghez, ez lehet, hogy így butaság, de rávezet az első kérdésemre majd, hogy ahhoz a kisebbséghez is próbálok szólni, aki nem nézi, hogy én hogy nézek ki. Mert tudom, hogy minden évben diétázok, meg tudom, hogy vannak olyan időszakok, amikor még esetleg normálisabban is nézek ki, vagy úgy, hogy talán izmosabbnak tűnök az emberek szemében, de borzalmasan szeretném elérni azt a pontot, hogy ez a kutyát ne érdekeljen. Mert borzalmasan idegesítenek azok az emberek az interneten, akik ilyen fake neti stílussal, meg mindenféle, tudod, ilyen címkékkel próbálnak érvényesülni, hogy azt mondják, hogy naturálok, meg nem, mert próbálnám azt az emberek fejébe elültetni, hogy semmi nem igaz, amit látsz az Instagramon, meg a YouTube-on, tehát én elmondom, hogy mit használok, elmondom, ha nem használok semmit, de ha azt mondanám, hogy nem használok semmit, és elég meggyőzően mondanám, hogy nem használok semmit, akkor tudti, hogy elhinnék az emberek. Tehát effektíve van olyan pólóm, amire rá van írva, hogy naturál vagyok, de ez csak humor, nyilván nem veszem fel, de a lényeg az, hogyha elég meggyőző lennék, biztos, hogy sokan elhinnék. És úgy gondolom, hogy ezért nem akarom, hogy arra figyeljenek, tudod, az emberek, hogy ki hogy néz ki. Mert az se a tudást nem tükrözi, se semmit nem tükröz lényegében. Az egyetlen dolgot tükröz a kinézeted, az a munkát, a genetikát, meg esetleg a táplálék kiegészítés, de a tudást azt nem feltétlenül. Szóval az első kérdésem az lenne, hogy... Még ehhez fűzném hozzá csak egy fél gondolat, ezt nem is tudom, már kitől hallottam, de nagyon igaz, hogy amikor dolgozol egy edzővel, akár online, akár face-to-face, te igazából most van egy edző, és amikor vele dolgozol, akkor te nem az ő kiméhezetéhez akarsz hozzáférést kapni, hanem az agyához. És van, aki nagyon jól fizikummal van megáldva, azért aztán ezt a szót, mert lehetséges, hogy ez 80%-ban genetika, és azt tudja, mit csinál, mert ilyenekkel is találkoztam már. És sokan vannak, akik pedig mondjuk el sem egy edzőteremben. Van egy YouTube csatorna, Shredded Sport Science az a neve, a csávó az pulcsiba ül, nem tudom, ismered-e, és nagyon jó, nagyon tudományos videókat csinál, ajánlom egyébként, ilyen 300 ezer körül feliratkozója van, és ő nagyon ráállt erre, hogy ezt az első vonalas fitness kultúrát gyepálja, mert hogy rengeteg fake netti van, rengeteg szar táplálékkiegészítőt árulnak, szóval Shredded Sport Science, most egy kicsit akkor hirdetem ezt az űrgét, azt hiszem kanadai egyébként, és lehet, hogy életében nem volt az edzőteremben, nem tudom, mert pulcsiba van, de ha életében nem is lett volna, attól még nem lenne kevesebbet érő, nem lenne kevésbé értékes az információja, mert hogy ő egy szakember, aki tanul, és ez a munkája. Én erre egyébként mindig Krisz Aszítót szoktam felhozni, mert ugye nekem megvannak azért a könyvei, ismerek olyat, aki dolgozott már vele, ismerek olyat, aki jelenleg is dolgozik vele, tehát azért egy nagyon felületesen képbe vagyok ugye az ő gondolataival, vagy a hozzáállásával a diétához, és félelmetesen egyszerű dologról van szó. És mégis Krisz Aszítót tartják, talán a világ legjobb edzőjének. Hát ugye több Mr. Olympia címe van neki, mint bárki másnak, ugye Jay Cutleren keresztül, a feleség, stb. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hát nézzünk rá Krisz Aszítóra. Mondta, hogy
ő is elmondja, hogy a 90-es években volt utoljára edzőteremben. Tehát nyilvánvalóan nem számít a külső, és előtte sem volt annyira jó. Tehát nyilvánvalóan nem számít a külső, de a kérdésem az az lenne, te mit szólsz ehhez, hogy sokan az edzőket, a testépítőknek a szakmai tudását a fizikum alapján mérik le, és szerinted ez így rendben van-e, és hogyha nem, akkor miért nem? Egyrészt szerintem valahol logikus, tehát hogyha elmegyek egy olyan emberhez, aki abból él, hogy másokat alakít át, hoz formába, akkor az ne nézzen úgy ki, mint egy zsák, nem tudom, mondjuk komplik, szépen szólva, de ugyanakkor meg nem kell látásni a ló túloldalása, hogy az lesz a jó edző, aki mondjuk IFBB Pro vagy akár. Tehát szerintem kell, hogy legyen egy általános fittsége, az átlagnál jobb fizikuma, hogy tudja reprezentálni azt, hogy ő mit csinál, mert vannak olyan szakemberek, akik soha életükben nem voltak teremben, de ugyanakkor meg azokat az embereket se lehet vádolni, akik nem elsősorban egy ilyen szakemberrel akarnak dolgozni. Szóval szerintem valahol meg kell találni az arany középutat, hogy azért látszódjon az adott szakember, hogy ért hozzá, és nem csak beszél, mert nyilvánvalóan, hogyha most elmondja egy orvos, aki lázdohányos, hogy a dohányzás az káros, attól még az tagadható káros marad, csak lehet, hogy kevésbé fogadjuk meg az ilyen orvosnak a tanácsát. És abszolút megértem az ilyen embereket, akik mondjuk félváról veszik azt a tanácsot, amit egy ilyen orvosnak. Szóval kicsit árnyalnám a képet, megérthető dolog. De hogyha belegondolunk, akkor igaz az, amit mondtam, hogy igazából az agyhoz akarsz te hozzáférést kapni tulajdonképpen. Arról pedig tegyen tanúbizonyságot azt, hogy milyen átalakulásokat tudod felmutatni, mennyire egyezik meg az ő gondolkodásmódja, érrendszere esetleg a más emberekkel, akiket szintén hitelesnek tart az adott illető, más fórumokon mennyire tartják hitelesnek, mennyire van egy mondjuk szakmai megbecsülése. Tehát azért vannak más egyéb támpontok is, amikből ki lehet indulni. Nem csak az ott szakembernek a fizikuma. És akkor, hogy most még jobban összezavarjuk a nézőket, most én itt reprezentálni fogom a másik oldalát annak, amit mondtál, de pusztán csak azért, hogy, ugye, hogy a beszélgetés valamilyen irányba menjen. De mit szólsz akkor ahhoz, hogyha én azt mondom, hogy ugye mondtad azt, hogy ne az edző külsejéből szűrjük le a szaktudását, hanem mondjuk a kliensei átalakulásából. De mi van, ha én erre azt mondom, hogy az edző úgy válogatja meg a klienseit, hogy a legjobb genetikájú versenyzőkből áll csak a klientúra, és akkor ugye minden kliense fantasztikusan fog kinézni, minden kliense csodálatos átalakulásokat fog elérni, csak a kliensei nem naturálok, versenyzők, versenyzői mentalitással vannak megáldva, tehát akkor ez sem feltétlenül... Én értem, hogy mondasz, hogy egy kicsikét más közegben mozgok ilyen téren, mert hogy én nem is azt tűztem ki célnak, hogy versenyre készítek fel embereket, én versenyfelkészítést nem is vállalok, formaidőzítést nem is akarok, ilyenekkel foglalkozni, nyilván van valamekkora tudásom ezzel kapcsolatban, de nem próbáltam magamat kihegyezni egyáltalán erre, nem gondolnám, hogy van szükségem, nem, nekem az a célom, hogy az átlag embereken segítsek, és nekem nem az a konkurenciám, aki embereket készít fel versenyre, hanem mondjuk a Schubert Norbi vagy a Kassa Tibi. Tehát én őket szeretném lecserélni, mert lenne rá igény, hanem az elég szomorú lenne. Tehát én nem ilyen emberekkel foglalkozok, de igaz az, amit mondasz, hogyha már versenyfelkészítő edzőkről van szó, akkor bizony ezt árnyalja, vagy ez árnyalja, ez amit mondtál a képet, mert bizony vannak ilyen edzők, akik direkt úgy válogatják össze a versenyzőket, ilyeneket tudok is egyébként mondani, csak nem akarok, mert kicsi ez az ország, és direkt azokat válogatják össze, akiknek nagyon jó genetikájuk van, és átrugdossák őket egy-két versenyszezonon, utána meg mondjuk kórház vagy valami. Mert hogy rengeteg jó genetikájú emberrel rengeteg dolgot megetetnek, fizikailag is, és akkor nézzük meg, hol vannak két szezon múlva, lehet, hogy nyernek egy VB-t, mert most már minden harmadik sportolat valamilyen világbajnok, mert 2500 kategória van, de nézzük meg azt is, hogy hol vannak 5 év múlva, vagy 10 év múlva, és lehetséges, hogy mondjuk egy vérvételnél a számoknak a harmada eltér a normál tartománytól. És azért lehet, hogy ezeken is el kéne gondolkozni, hogy mondjuk 5 év múlva is szeretnénk azzal a sportolóval dolgozni, csak valaki nem szeretne, mert ő arra hajt rá, hogy ő legyen a legjobb edző, a legtöbb eredménnyel. Azt, hogy mi van a kliens, az másodlagos. Érdekes egyébként, de körülbelül szóról-szóra ugyanezt a választ adtam én is egy héttel ezelőtt, mikor a Valentin kérdezte ezt tőlem. Pontosan ugyanígy egyetértek veled, és én is ugyanezt mondtam, hogy bár én magam esetleg nem vagyok naturál, én csak naturálokkal foglalkozom, és a versenykészítésben így az utolsó 6 hétig esetleg, de az utolsó 6 hetet már én sem vállalom senkinél, pontosan azért, amit mondtál, mert nem hiszem, hogy tudnám kezelni azt a stresszt, hogy rajtam múlik úgymond a versenyző helyezése, tehát én ezt mentálisan nem tudom kezelni. A másik pedig, hogy
ugye 2500 kilométerre lakom mindenkitől, aki Magyarországról szeretne dolgozni velem együtt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a versenykészítő edző nincs ott a versenyen a klienseivel, akkor az nem is egy igazi versenyfelkészítő edző, hanem csak maximum egy online coach. Azt meg lehet csinálni az interneten keresztül, de egy csúcsformát hozni az utolsó 3-4 napban, hogyha nem látod a saját versenyződet. Nem lehet. Alapban a képek se adják vissza annyira azt a fizikumot, amit láthatsz, hogy találkozol vele, szóval. Így van. Jó, hát akkor szuper, át is vezetted a következő témát. Ugye, akik engem úgy ismernek, azok tudják, hogy én az ilyen nagyon népszerű YouTube vagy fitness témákban nem szoktam belenyúlni, de ugye a videó előtt elmondtam neked, hogy ez azért van, mert általában úgy felidegesíteném magam rajta, hogy csak rosszul jönnék ki szerintem egy ilyen videóból, de tök jó, hogy említetted a két kedvencemet. Kezdjük talán a könnyebbel. Mit szólsz te ehhez a Norbi jelenséghez? De azért tegyük hozzá, hogy a Norbi az nem csak a most, hanem a múlt is. Nem kigondoltam volna. Nagyon-nagyon régóta itt van, így van, ő nagyon régóta itt van már, ő már 20 éve jelen van ugye azért a médiában, vagy már lehet, hogy több is. Tehát, hogyha összességében nézzük a remélhetőleg lassan véget érő népszerűségét, akkor úgy mégis hogyan foglalnád össze szerinted a társadalomra milyen hatással volt Norbi? Ez azért nehéz kérdés, mert azt gondolom, egyáltalán nem azt képviseli, mint amit régen. Tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen szerintem a mostani énjük a szembe köpné a 20 évvel ezelőttit. És ez a magyar társadalomban egész gyakori, nem csak a Norbi ilyen, de ő például biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kezdte rendszerváltás környékén, hogy egy nagyon jó időben volt jó helyen, de ettől függetlenül nem fogom tudni elvitatni tőle azt a rengeteg munkát, amit beletett abba, hogy fölépítsen több vállalkozást, amit évtizedeken keresztül csinál. Tehát, hogy én azt látom, meg több ilyen ismerősöm is van, akik tudtak profitálni a rendszerváltás körüli eseményekből, és ott keletkezett egy vákum, és aki először került bizonyos piacokra, az azóta is ott van. És ez egy ilyen helyzet. Viszont ettől függetlenül az, amit csinált, arra volt igény, teremtett rám még nagyobb igény, és szerintem, amit vállalkozóként létrehozott, az lenyűgöző. És ezt nem is fogom tudni elvitatni tőle soha, és nem is szeretném. A probléma az azzal van, hogy van, aki nem tudja, hogy mi az elég, és annak érdekében, hogy maximalizálja a profitot, átkacsingat a sötét oldalra, úgymond, aztán lehet, hogy ott is ragad. Mert ráérez arra, hogy bizony nagyon sok iparban több pénzt lehet bezsebelni akkor, hogyha hazudunk az embereknek. És 20 éve tudta azt, hogy mi a helyzet, hogy kalória számít, stb. Bár már akkor sem nagyon hirdette a kalóriát, hanem volt az űrhajós rendszer, és igazából ott is kb. Tehát az is ugyanez volt gyakorlatilag, csak átreformálta egy kicsikét, hogy az ő rendszer legyen, de gyakorlatilag az is kalóriaszámlálás volt. És nem gondolnám, hogy se azt, hogy saját tapasztalat, se azt, hogy az a tanulmányok, amiket ő olvas, ha olvas, azok vezették volna át egy másik irányba, ez biztos, hogy a pénz volt az. És pont ezért innentől kezdve ez már nekem nem is szimpatikus. Tehát, hogy én is szeretek pénzt keresni, mindenki, aki vállalkozó, szeret pénzt keresni. Csak meg kell tudni szabni azt a határt, hogy ez hol helyezkedik el, az, amit már nem lépünk át, és nekem ezzel van problémám. És ez a gyorsan kicsit előre ugorván a kaszatívis videókkal kapcsolatban is fölmerült, hogy én irigy vagyok. De én nem sajnálom tőlem, keressen akármelyiket, hogyha ő, neki van egy jó üzenete, ő átad értéket, akkor világ összes pénze legyen az övé. Nekem nem ezzel van a probléma. Nekem azzal van a probléma, hogy ezek az emberek hazudnak, és ők pontosan tudják, hogy hazudnak. Most egy kis kitekintés, aki nem tudná, én jogot végeztem egyébként, és azért mentem jogi egyetemre, részben azért, mert amúgy nem volt jobb ötletem, nekem apunk ügyvédként praktizál, és az úgy jó ötletnek tűnt, részben pedig azért, mert ezt főleg szülémtől szoktam megkapni, hogy nagy az igazságérzetem. Tehát, hogy engem ez igenis zavar. És igaz az, hogy én ezekből profitálok, mert ezek a videók sok emberhez eljutnak, ezáltal engem is többen keresnek meg, nekem ez megéri. Ez tagadhatatlan. De ettől függetlenül engem igenis zavarnak ezek az emberek, mert ártanak a társadalomnak most már. Tehát lehetséges, hogy Norvi használt a társadalomnak mondjuk 10 évvel ezelőttig, de utána pedig csak árt. És sajnos ezek az emberek a saját emléküket, saját hagyatékaikat rombolják le, mert jó lett volna akkor kiszállni, és akkor egy szép reményű emberként emlékezünk majd rá, és nem pedig úgy, hogy ő az utolsó fogával, körmével is próbált ragaszkodni ahhoz, amit ő fölépített. Mert elmehet nagy nyugdíjban, van neki elég, de ő szereti ezt a játékot igazából, csak lehet, hogy már később kiszállni, és ez így nem segítse neki, se annak, amit fölépített.
Érdekes, hogy ugye mi ezt nem beszéltük meg, sőt az én véleményemet erről a témáról még nyilvánosan soha senkivel nem beszéltem meg, és szó szerint ugyanezt szoktam én is mondani, és ezért hangsúlyoztam ki, hogy ha Norbiról beszélünk, akkor a 20-25 évről beszéljünk, mert ha a jelenről beszélünk mondjuk az elmúlt 10 év, akkor csak behányok. Most ezt nem tudom szebben fogalmazni, de ha egyben nézzük a 25 évet, akkor azért, aki emlékszik még a 90-es évekre, ő volt az első, aki egyáltalán az emberek fejébe elültette azt, hogy mozogni kéne, hogy kelj fel a tévé elől a kanapéről, hogy figyeld, hogy mit eszel. És ezt vitte át szépen 10-15 év alatt abba az irányba, hogy 180 fokos ellenkezőjét mondja mindenben a valóságnak, ami a következő kérdésemet is hozza, hogy szerinted, de őszintén, szerinted ő ezt ténylegesen elhiszi, ezt a sok baromságot, amit mond, vagy pusztán úgy van vele, hogy úgyis mindegy, amíg 10 millió emberből 8 hisz neki. Mert én nem tudom elképzelni, hogy ő ezt komolyan gondolja. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Én el tudom egyébként, tehát hogy az a tapasztalatom, hogyha elég sokáig hazudik magának az ember, akkor el tudja hinni, és őt nem ismerem személyesen, a jellemét azt nem mondom, hogy sose támadtam, mert volt olyan videóm, hogy igen, és azt arra nem is vagyok büszke egyébként, tehát az, ha van videóm, hogy leszednék, akkor az, amikor én is átmegyek személyeskedésbe, mert ebben nem akarok, és én mindig őt csak szakmai oldalról szeretném támadni, mert az, hogy ki milyen ember, az lehet, hogy nem is az ő hibája, hanem a szülei, a trauma, akár, nem tudom, nem is érdekel. Nekem nem tisztem elmondani, hogy ki milyen ember, vagy ítéletet hozni, de szakmai oldalról viszont minden jogom megvan arra, hogy véleményt formáljak, és szerintem kell is. Mert ez ilyen Anakin Skywalker szindróma szerintem, hogy elindult valaki csinálni valami hasznosat, aztán, hogy mi rontotta meg útközben, én nem tudom, hogy nem tudom, ez a pénz, vagy egyszerűen valakinek nem szabad túl messzire mennie, nem tudom, és nem is akarok okoskodni ebben a témakörben, mert ezt még nem sikerült megfejtenem, de én sajnálom, hogy ez így alakult, megmondom őszintén. És egyébként, megmondom őszintén, nagyon jól megragadtad a lényeget, pontosan ezért nem csinálok én videót ebben a témában, mert én nem tudnék videót csinálni ebben a témában, személyeskedés nélkül. Biztos, hogy erre képtelen lennék egyelőre. Nagyon nehéz, és ha meg ugye arról beszélünk, hogy a tényeket ugye soroljuk fel az embereknek, akkor az a helyzet, hogy nincs is olyan tehát egyáltalán nincs olyan tanulmány, nincs olyan study, nem léteznek olyan dolgok, amikkel ő alá tudná támasztani, amiket beszél. Tehát még csak azt sem mondhatjuk erre a dologra, hogy ez egy szakmai vita, mert te felhozol szakmai tényeket, ő meg nem tudom tényleg, hogy honnan szedi ezt a sok marhaságot, fogalmam sincs, hogy honnan jön, de valahonnan nyilván ezeket ő kitalálja, de ezt nem lehet alátámasztani emellé, nem lehet tanulmányokat letenni, semmit nem lehet mellé támasztani, tehát nincs szakmai vita. Egy szakmai vitához neki is fel kellene tudnia hozni valamilyen szinten legitim szakmai érveket, és akkor ugye két véleményt lehetne ütköztetni, de itt nincs véleményütköztetés, hogyha te azt mondod, hogy az inzulin nem hízlal, mert az csak egy sima szállító hormon, és én meg a másik oldal azt mondom, hogy te hízlal. Hát ez nem szakmai vita. Még egy dolgot elmondanék esetleg, hogy az is még nehézséget tud jelenteni ezeknek a videóknak az elkészítése folyamán, hogy itt azért fönnáll az esély, hogy beperelik az ember. És volt már egyébként, voltak erre próbálkozások, tehát engem... Jókor mondod. Tehát, hogy engem mondjuk a Gödény György már megpróbált beperelni, mert volt egy másik videó, a Budapest Família, ők is már megfenyegettek perrel, egyiből sem lesz semmi, mert pontosan tudom, hogy mit mondhatok. Tehát tisztában vagyok a büntetőjogi tényállásokkal, tisztában vagyok azzal, hogy mit mondhatok, legalább ennyi értelme volt a jogi egyetemnek, és meg tudom úgy fogalmazni a mondatokat, hogy azok ne merítsenek ki semmilyen büntetőjogi tényállást, de a véleményemet azt el tudjam mondani. Mert azt nyilván én sem szeretném, hogy bepereljenek, meg volt, aki ezt írta például, hogy ha ennyire tudom, hogy igazam van, miért nem perelem be a Norbit? Hát azért, mert nekem ez rendkívül sok energia lenne, rendkívül sok pénz lenne, és szívesen elmondom én a véleményemet, de az, hogy mondjuk két évig pereskedjek, az nem fér bele az életembe, hasznosabb dolgok. Mire fel? Hát azért egyébként hadd kérdezem már meg, te hol? Debrecen, Budapest vagy Miskolc? Budapesten végeztem. Budapest, mert én meg Miskolcon. A lányként kérdezt fel, hogy pont a napokban arra talán reagáltam is, vagy csak gondoltam rá. Én kezdtem, aztán végül Pázmányon fejeztem be az életemet. Én ugye az MEAK-án, csak ugye én meg nem csináltam meg a basztus, hogy hívják ma már, tehát nem mentem el ügyvédbojtárnak azt a gyakorlat. Gyakorlati részt nem csináltam meg, tehát a diploma szépen mutat a falon, de nem vagyok. Én sem mentem el bojtárnak, nem is akarok, most már nem is fogok.
Szóval ez a része nekem, és ugye pont emiatt én is tudom azért nagyjából mégis, hogy hol a határ, úgyhogy hogy az előző mondataimtól elhatárolódjak, ezt én nem is mondtam. A valóság az az, hogy például, ha Norbi mondjuk azt mondja, mert ha már ugye névről beszélünk, hogy mondjuk a cukorhízzal, és aztán kidob mondjuk a képernyőre egy tanulmányt, miszerint mondjuk a cukor bevitel folyamatos csökkenésével, folyamatos vérképjavulás érhető el, ez így korrekt. Csak ugye mi meg azt tudjuk, hogy ez azért van, mert ahogy te csökkented a szénhidrátot, úgy csökkented a kalóriát, ha csökkented a kalóriát, csökken a testsúly, és a testsúly csökkentése az, ami mindig pozitív hatással van a vérképre. Tehát nem mond ő 180 fokba hülyeséget, csak 160 fokba mond mondjuk hülyeséget. Ennek nincs is, tehát őket nem érdeklik a tanulmányok. A legtöbb embernek az, hogy valaki határozottan megmondja azt, hogy ők nem hibásak. És ez, amit csinálnak sokan, hogy megsimogatják az emberek lelkét, hogy te nem vagy felelős azért, hogy elhisztál. A nyugati élelem, az nyugati táplálkozás az, ami hibás, a különböző szakemberek, kalóriaguru a hibások, mert hogy ők nem tudnak semmit. Szóval nagyon szeretik az emberek, hogyha a felelősséget azt leveszik a vállukról, csak ez nem egy jó tulajdonság hosszú távon, mert az embernek kell felelősséget vállalni a tetteiért előbb vagy utóbb. Ez nagyon jó, hogy behoztad ezt a témát, mert be akartam valamilyen formában egy kicsit csempészni a pszichológiát a beszélgetésünkbe. Nem tudom, ismerős vagy-e Forgács Attila nevével, a gasztropszichológus professzor. Egy magyar professzor, egy pszichológus professzor. Döbbenetes előadásai vannak arról, hogy mi a pszichológiai háttere annak, hogy a 80-as, 90-es évektől ugye megindultak ezek az étrendi trendek, tehát ezeknek semmilyen alapja nincsen, ennek az alapja pusztán ugye a tömegmanipuláció és a pszichológia, tehát először féljünk a fehér dolgoktól, fehér liszt, fehér kenyér, aztán féljünk a zsíroktól, aztán féljünk a koleszterintől, féljünk végül a szénhidrátoktól, féljünk a főtt hústól, a mikrohullámos sütőtől, a csapvíztől, tehát mindig valamitől félni kell, és ugye egy pszichológus professzor szépen ennek a történelmi hátterét végig tudja ugye vezetni, zseniális előadásokról van szó, és igazából pont ez lenne a kérdésem, hogy szerinted meg lehet-e ezt a helyzetet egyáltalán tényekkel változtatni, vagy az embereknek mindig lesz arra igénye, hogy valaki azt mondja nekik, hogy nem te vagy a hibás, hanem az inzulin, nem te vagy a hibás, hanem a glutén, a laktóz, a soros gyöngy, tehát valaki mindig hibás, hogy te elhisztál, de te nem. Te biztos nem. Igazából is. Tehát mindig lesznek ilyen, meg olyan emberek is, de én szeretném azt hinni, hogy nem teljesen értelmetlen, amit csinálok, és azt, hogy mekkora, melyik tábor, azt azért lehet befolyásolni. Tehát, hogy nem lehet nullára redukálni az olyan emberek számát, akik A-t gondolnak a világról, de azt se, akik B-t, de azt, hogy milyen arányban kerülnek ki ők, vagy a gyerekeik, azt meg igen. És egyébként már csak azért se gondolom, hogy haszontalan lett volna, vagy akár a jogi egyetem, vagy egyébként a pszichológia, mert őt ugyan nem ismertem ezt a professzor, de utána fog nézni, Forgács Attila volt, ugye? Elképesztő. Megérdem? Szóval, hogy én amúgy szeretem a pszichológiát, és szoktam is olvasgatni, itt is van Freud, meg Nietzsche, mindenféle a polcomon, és ezeket nem lehet elkülöníteni egymástól. Tehát az, hogy milyen trendek vannak a táplálkozásban, vagy akár a politikában, ezt iszonyatosan könnyen nyomon lehet követni. Mert mind a kettőben emberekhez szól az ember, vagy pszichológia, és aki az emberekkel jól tud bánni, az igazából bármelyik piacon jól fog tudni elhelyezkedni. Nem véletlen, hogy a marketing is pszichológia, hogyan kell adni az emberekre. Most van a McDonald's. Ki van ez is kutatva pszichológiai alapokon, hogy a piros szín például növeli az étvágyat, sárga szín elégedettség, stb. Így épülnek fel a brendek, a logók, mindent meg lehet oldani pszichológiával, és aki jól ért a pszichológiához, az sikeres tud lenni. És pont nemrég volt egy ilyen videó, egyébként Norbinak a saját alkalmazottja vallott arról, hogy a Norbi amúgy nem ért semmihez, de az emberekhez igen. És ez tény. És másra nincs is szüksége. Neki nincs szüksége tanulmányra, neki arra van szüksége, hogy az embereknek, a magyar embereknek a lelkét azt megérti, hogy ők szeretnek kurvasokat piálni és zsíros ételeket enni, és erről nem akarnak lemondani. Másról még csak hajlandóak, szóval nekik ki kell találni valamit. És ezzel, hogy ő a pszichológiához ért, ha nem is tanulta, ezzel sikeres tud lenni. De ugyanez igaz a alkoholszakibire is. Oké, akkor a következő kérdésem az talán lehet, hogy nincs is rá válasz, inkább a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted hol húzódik a határ a között, hogy átvernek, vagy a között, hogy nem mondják meg az okokozatot, nem mondják, hogy mi miért működik, csak a kezedbe adnak egy megoldást. Ami nem feltétlen a megoldás, de valamilyen formában azért mégis működik.
Tehát ugyanezt rávetíthetjük most, ha Norbiról beszélünk, a Norbira, de akár a táplálék kiegészítő iparra is. Tehát, hogy hol van az a határ, ahol átvernek a cégek, és hol van az, amikor olyan dolgot adnak el neked, amire ugyan szükséged nincs, de te mégis meg akarod venni. Mert ugye óriási a különbség a között, hogy átvernek, vagy olyan dolgot adnak el, amit meg akarsz venni, de nincs rá szükséged. És sokan ezt összemossák, tudod, amióta elkezdtem egy kicsit beleállni én is ezekbe a dolgokba, és most csináltam egy videót például a BCA-ról. Tudom, hogy te is csináltál már többet is, és akkor ilyenkor, azzal jönnek, hogy akkor a BCA átverés. És nem tudnám rámondani egyértelműen, hogy az, mert végül is meg akarod venni. Tehát meg akarod venni. Azért van a piacon, mert kiszolgálják a te, mint vásárló, a te igényeidet. Ha nem lenne rá igény, mert mindenki ki tudná googlizni, hogy mire jó, akkor nem lenne rá igény, és nem lenne a piacon. Ha a piacon ott van, akkor azért van ott a piacon, mert az emberek meg akarják venni. És akkor én felteszem a kérdést, hogy akkor hol kezdődik az átverés ebben az iparban, és mi az, amikor csak eladnak neked valamit, amire valójában semmi szükséged nincs. Egy kicsit visszamennék, miért van ezekre igény? Azért, mert valaki teremtett rá igényt. Tehát az átverés az ott kezdődik, hogy teremtünk igényt valamire, amire amúgy nem kellene, hogy legyen igény. És ez megvalósul a táplálékegészítésben, és nagyon sokszor van ez, megint csak nagyon sok más témával tudnék jönni, megint politika, közgazdaságban ezer dologgal, hogy ha te teremtesz egy problémát, arra te megmondod a megoldást, akkor te vagy a megmentő, nem? Ugyanez. Neked szükséged van aminosavakra, igaz? Igaz. Akkor itt van aminosav. Hát mi ebben az átverés? Aminosavra van szükséged. Csak ez olyan, hogy van szükséged vízre. Hát hogy ne lenne? Akkor itt van egy grammos víz kapszula, 8000 forint, ez a tiéd. Most akkor átvertelek téged? Igazából nem. Tehát ez nyilván egy szürke zóna, hogyha nem lehet egyértelműen megmondani. A baj szerintem ott van, hogy profit maximalizálás céljából mi teremtjük meg, vagy hát ők teremtik meg a keresetet tulajdonképpen ezzel, hogy félreértelmeznek tanulmányokat, vagy direktbe nem kommunikálják le a teljes igazságot. Ez meg olyan dolog, hogy mindig is volt, mindig is lesz, de ettől függetlenül lehet ez ellen tenni, hogy mekkora arányban van jelen a piacon. Tudod mi? Érdekes, hogy ezt mondtad, mert egyébként nekem is ez a véleményem, de erre én saját magamnak szoktam általában visszatámadni azzal, hogy viszont azt azért kijelenthetjük, hogy ha elvennénk a táplálékkiegészítő piacról azokat a táplálékeket, amik nem működnek biztosan, hát magyarul, amik úgy vagy működnek, vagy nem, vagy biztosan nem működnek, akkor hány százaléka maradna meg valójában a táplálékkiegészítőknek? Ugye nem sok. És hogyha árnyaljuk a dolgot azzal, hogy ha kivennénk a táplálék piacról a felesleges táplálékkiegészítőket, és maradna csak az a 2-3-4, ami működik, akkor összeomlana úgymond a táplálékkiegészítő ipar. Tehát, ha ezt is belevesszük a képbe, akkor helyese az, amit mi csinálunk, miszerint megtanítjuk az embereknek, hogy milyen táplálékkiegészítők működnek, milyen táplálékkiegészítők nem, mert lehet, hogy akkor a mi hatásunkra rengeteg táplálékkiegészítőt nem fognak megvásárolni, a cégek emiatt esetleg tönkre mehetnének, és akkor azokat sem tudjuk majd megvásárolni, amire meg szükségünk lenne. Tehát, ha ezzel árnyaljuk, akkor te mennyire értesz ezzel egyet? Vagy hol van szerinted az a határ, ahol a te meg az én felelősségem véget ér az emberek tanításában? Tehát hogy hol van az, ahol el kéne fogadni azt, hogy meg kell vennünk felesleges dolgokat, hogy meg tudjunk venni olyan dolgokat, amire szükségünk van? Tehát a cél mennyire szentesíti az eszközt? Így van. Én azt gondolom, hogy egyébként azért több mint 3-4 táplálékkiegészítő, ami használ, és azért gondolom, mert hogy én nagyon sokat kutatok nagyon-nagyon kevésbé ismert táplálékkiegészítők iránt. Tehát vannak olyan növények, Dél-Kelet-Ázsiában, stb., amiket Magyarországon senki nem gyárt. Én is szoktam kísérletezni néhányal, valamelyik használ valamiről. Olvastam, hogy használ, de én nem érzek semmit. Erről is lehetne beszélni, mert valakinek használ, van, akinek nem. De összességében szerintem azért lenne elég táplálékkiegészítő, hogy fent tudja tartani a piacot. A másik kérdés pedig az, hogy most akkor ezeket a táplálékkiegészítőket árulják, hát mindenki azt árul, amit akar. Tehát, hogy nekem is van szponzorom, ők is árulnak olyan táplálékkiegészítőket is, amiben én nem hiszek. És meg is beszéltem velük, hogy akkor ezeket nekem nem kell hirdetnem. És a múltban volt is ebből konfliktus, hogy megbeszéltük, aztán mondták, hogy hirdessék, meg mondtam, hogy ne haragudjatok, nem. Megbeszéltük, hogy nekem ezt nem kell, mert én nem hiszek benne, és nekem fontosabb a hitelessége van nálam, mint hogy keressek pár száz, pár ezer forintot azzal, hogy nyomatok egy olyan táplálékkiegészítőt, amiben én nem hiszek. Szerencsére most, ahol vagyok, ezt meg is értették, és tudtunk nyugodtan kommunikálni ezükben, de hogyha más hisz abban, hogy az nekünk működik, akkor lehet, hogy működni is fog, mert placebo hatás vagy valami.
Én nem fogom azt mondani, hogy ne vedd meg, most ha erre el akarod költeni a pénzedet, akkor költ. Tehát ugye ezzel nincs semmi probléma, nyugodtan gyártsák, nyugodtan vegyék meg, én elmondom a véleményemet, valaki ad rá, valaki nem. Tehát szerintem ezt ennél tovább talán nem kell túlgondolni, én nem fogok háborút hívni egy táplálékkiegészítő ellen sem, én elmondom, hogy ezek mennyire vannak tudományos alátámasztva, mennyire nem. Aztán lehet, hogy jönnek új tanulmányok, amik a mostani véleményet esetleg megváltoztatják, bizonyos táplálékkiegészítőknél biztos nem, mert Filip hatás mechanizmust akkor nem fognak ilyenek létrejönni, de vannak olyan táplálékkiegészítők, amikről van mondjuk három tanulmány, vagy egy se, embereken, mert nyilván a rákcsáló modelleket meg ne tegyük rá emberekre, de ezt tudja. Szóval szerintem azért bőven van a táplálékkiegészítők, és még lesznek is, amiket nem fedeztünk fel, és inkább erre kéne ráállni a magyar cégeknek is, a magyar piacon is, erre kéne ráállni, hogy ezek a különböző termékek, amik nem annyira terjedtek el, ezeket esetleg népszerűsíteni, kipróbálni, aztán valakinek használ, valakinek nem. És ez a legtisztességesebb, ha ezt meg megmondjuk, mert lesznek olyan emberek, akik jól reagálnak valamire, ott van a kreatin, egyik legtöbbet kutatott, legjobban átámasztott tápjegyek, de az emberek 10%-ára kb. Régileg semmilyen hatást nem várt. És akkor most az se az ott, aki azt mondja, hogy neki nem használ, és az se az ott, aki azt mondja, hogy használ. És ebben meg kell állapodni, hogy mások vagyunk. Egyébként érdekes dolog, hogy ezt mondtad, mert ugye én is ugyanígy jártam, hogy ugye már az első videók óta ugye szoktam általában elmondani, hogy én nagyon régóta használok például CBD-t, ez most csak egy példa. Én ugye itt Angliában elég népszerű ez a dolog, nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet, itt nagyon népszerű, én nagyon szeretem használni, soha ne kérdezze meg senki tőlem, ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy soha senki ne kérdezze meg tőlem, hogy működik-e vagy nem, mert a bizonyos táplálékkiegészítőknél ezt nem fogod tudni sohasem megmondani, pontosan a placebo hatás miatt, és én is közöltem ezzel a céggel, akik ugye beálltak mögém, hogy a CBD az rendben van, a fehérje kreatin rendben van, mert ugye ezeket használom 25 éve, de ugye a többi termékről én nem tudnék hitelesen beszélni, hiszen nem használom őket, úgyhogy ezt a dolgot engedjük el, és ezt abszolút megértették. És a kérdésem hozzád az lenne, amit felvetettél, tök jó téma, a placebo hatás, hogyha példának most kiragadok egyet, mondjuk egy zsírégető. Uh-huh. Vagy egy zsírégető, amiről mi tudjuk, hogy nem fog extra zsírt égetni. De ha az illető megveszi, használja, és emiatt jobban tudja tartani a diétáját, és ergo elhiszi, hogy működik, akkor jobban fog végül is fogyni. És akkor ezen a gondolatmeneten véghaladva átverték-e őt a zsírégetővel, vagy nem? Mert ha szedi, hatásosabb lesz a diétája, mert elhiszi. És a placebo hatás az egy valós dolog. Tehát, hogyha neked van egy táplálékkiegészítő, aminek az egész hatása pusztán placebo, akkor átvertek-e ezzel a táplálékkiegészítővel, vagy nem? Mert valójában jobban fejlődsz tőle. Hát abból ez inkább filozófiai kérdés szerintem. Én azt mondanám, hogy átvertek, és az átverés ellenére is értél el eredményt. Mert te nem azon az úton, módon kaptad azt, amit szerettél volna, ahogyan, de mégis eljutottunk valahova. De ez szerintem abszolút hipotetikus dolog, és igazából mindegy, vagy az én szemszögemből, legalábbis én ezzel nem szoktam filozofálgatni. Jó, akkor nézzük a következőt, amiről viszont biztosan szoktál, mert csináltál róla egy adást, és na ez megint egy olyan dolog, hogy én lehet, hogy inkább csak csendbe hallgatlak, hogy ne legyen per. Mondjuk ebből nem lesz, mert Netflixes dologról van szó, de ugye én is sokszor megkaptam a linket, meg a kérdést, hogy mit szólok én ehhez a Netflixen látható fantasztikus filmhez, a Game Changershez is. Ha esetleg még el is tudjuk fogadni, hogy Norbinak volt azért pozitív hatása a társadalomra 25 év alatt, akkor itt ennél a filmnél ezt már biztosan nem tudjuk kimondani. Én szerintem ennek a filmnek semmilyen pozitív hatása nincs a világra, úgyhogy megpróbálok nem is tovább beszélni erről. Mi a te véleményed erről a filmről, és szerinted mik a legnagyobb hibája ennek a filmnek, ha egyáltalán van-e ilyen? Mondjuk ezek után azt mondod, hogy neked tetszett, akkor az nagyon ciki. Na most évek óta kérdezgetik, hogy mi a véleményem, és egyébként kb. 2 éve csináltam egy 53 perces elemzést a filmből, és a kedvencem az, amikor még megkérdezik, hogy mi a véleményem, és elmondom, még meg is keresem én személyesen a linket, ez a véleményem, és akkor odaírja, hogy jó, és röviden össze tudnád foglalni. Oké, na mindegy, szóval van, akinek semmi nem jó, de ez csak egy ilyen side note. Igen, tehát, hogy én szeretem mindig árnyalni a képet. Lehet, hogy ez is ilyen jogászi dolog, vagy csak így gondolkozok, szóval minél inkább valaki, hogy fogalmazzam újra, tehát minél szilárdabb véleményt alkot valaki, csomószor én azt szoktam egy ilyen red flagnek tekinteni, hogyha valakinek a hitelességét nézem meg. Mert a legtöbb dolog az életben az nem fekete-fehér. És pont ezért
egy csomószor azokat tartok inkább hitelesnek, akik azt mondják, hogy amennyiben megvizsgáljuk bizonyos embercsoportokra, egyes tanulmányok szerint, stb. Stb. Szóval én megint próbálnék egy kicsikét lavírozni, hogy nem azt mondom, hogy ne kelljen egyértelmű véleményt megfogalmazom, mert ebbe is megfogalmaztam, de semmi sem fekete fér. Szóval én azt gondolom, hogy van azért valamennyi pozitív hozadéka, és el is mondom, hogy mi is. Pedig az, hogy van ebbe a Game Changers-ben egy olyan, amúgy megint csak csúsztatás egyébként, hogy ott vannak a tűzoltók, akik egyébként kurva szarul létkeznek, gyors kaján élnek, ebből adódóan, hogy túl sok kaját esznek, túl sok kalóriát fogyasztanak, el vannak hízva, magas a koleszterin szintjük, stb. Stb. És őket alávetik egy ilyen vegán diétának, aminek hatására nekik javulnak az eredmények. Az igaz, hogy akkor is javultak volna az eredmények, hogyha átértek volna egy hús is tartalmazó, normális, kiegyensúlyozott táplálkozásra, de lehetséges, hogy valakit a 40-50-60 éves során, amíg élt, nem tudott senki se rávenni arra, hogy normálisabban legyen ez a sorozat, vagy mi ez. Dokumentumfilm meg igen. És akkor ez most nyilván az 1%, ami az előnye, és az összes többi az a hátránya, csak hogy egy kicsikét árnyalom a képet, mert ilyen ember vagyok. Összességében ártott, mert hogy elhitette nagyon sok emberrel, hogy a hús az rossz önmagában. És ezt úgy oldotta meg a film, hogy csúsztattak. Ugye mondtam ezt a tűz, már nagyon régen láttam egyébként a filmet, szóval lehet, hogy nem fogok tudni mindent pontosan idézni, és csak egyszer láttam. De ugye volt ez a csúsztatás a tűzoltóknál. Aztán volt a csúsztatás a gladiátoroknál is, arra emlékszek. Ugye a gladiátorok, ugye az van a filmben benne, hogy a gladiátorok is vegán életmódot folytattak, miközben ők voltak a legkiválóbb harcosok. Na most szerencsére nem ők voltak egyébként, mert hogyha ez lett volna, akkor a Spartacus mellé még lett volna 62 másik lázadás is, rabszolgák részéről, mert ugye rabszolgák voltak, és egyik római harcos sem szeretett volna egy hússal és elegendő fehérre bevitellel megáldott rabszolgával megküzdeni, aki fölteszi a Kolosszeum oldalára. Ők rabszolgák voltak, és nem volt optimális a táplálkozásuk. Nem azért nem volt optimális a táplálkozásuk, mert nem ettek húst, hanem azért, mert nem állt ott a tudomány a római korban, hogy meg tudták volna oldani az elegendő fehérre bevitelt hús nélkül. Szóval az is egy csúsztás volt. Volt benne egy ilyen vérvizsgálat is, ahol szintén csúsztás volt, ott már nem emlékszek pontosan, hogy hogy volt, de arra emlékszek, hogy azt nézték meg egy ilyen szerkentő segítség, hogy a vér mennyire volt sűrű, ha jól emlékszek benne. És az megint csak nem jó, mert ha állatérletű táplálékot tudja azt az ember, akkor tovább marad így besűrűsödve a vér azon a vizsgálat során, mint a növényi, de x idő után kitisztul ugyanúgy. Tehát ez is csúsztatás volt, és többre most így hirtelen emlékeztem, úgy, hogy képpel láttam, hogy nem emlékszek, de nagyon sok csúsztatás volt benne, ami egyszerűen nem azt mondom, hogy árnyalja a képet, mert ezért az ennél több. Tehát ez félrevezetés például. Szó szerint minden mondata amúgy, tehát hogyha tényleg az ember leül és mondatról mondatra kielemzi, akkor minden mondat csúsztatás vagy hazugság. Hát a kedvenc részem az volt, amikor összehasonlították ugye a vega nem vega táplálkozást, és a nem vega táplálkozásban a húst, mint burrito jelölték meg, tehát a burrito volt nekik a hús, aminek 20% a hús, mert a maradék az zsír, meg ugye a szénhidrát, tehát húsnak, pusztán tiszta húsnak nevezi meg a film a burrito szendvicset, tehát innen már mit nézünk tovább, vagy a következő kellemes kis jelenet benne, hogy Arnold Schwarzeneggel közli, hogy ő mostantól vegán, majd másnap kikerülnek a paparazzi fotók, hogy ugyanúgy zabálja a sztéket, tehát pont annyi percig volt Arnold Schwarzenegger vegán, mint én. És itt már azért pozitív hatásra elég nehéz beszélni, amikor ikon státuszban lévő közéleti személyiségek pár millióért hazudnak még mindig továbbra is ezekkel a dolgokról, és egyébként, hogyha már a testépítés próbáljuk behozni egy kicsit a beszélgetésbe, akkor mindenki kedvenc Kai Greene-je is benne volt ebbe, tehát ő is beleállt ebbe, ő is közölte, hogy mostantól vegán lesz, majd 6 nappal később kijött a vega e-bookjával az interneten, és így ennyi volt a vega időszak, az a pár nap, amíg eladta a vega e-bookját. Tegyük, hogy innentől kezdve tényleg Schwarzenegger is, meg Kai Greene is vegán, de a fizikumokat akkor se így érték el. Tehát itt kezdve nem nagyon számít. Ez egyébként nem is értem, hogy az hol releváns valakinek, hogy a 80 éves Arnold Schwarzenegger 80 évesen úgy dönt, hogy vega lesz. Változhattak a prioritásai, az olyan, mint Dorian Yates, ő is teljesen más életet él, mint akkor, amikor versenyzett. És amit csinál, az a mostani önmagának teljesen kielégítő, de amit most csinál, az nem lenne jó az, hogy 6 Mr. Olympiát megnyerjen. Innentől kezdve meg tártalan, hogy most mit csinál. Pontosan, ez ugyanez igaz egyébként, ahogy mondod, ugye Kai-ra is, vagy Arnoldra is, meg bárkire. Ugyanúgy, ahogy Dorian se fogja azt mondani soha, hogy amit ő csinált a 90-es években, az úgy szar volt, ahogy. Ellenben, hogyha Arnold azt mondja, hogy hús nélkül egészségesebb vagy, akkor az olyan, mintha az azt megelőző 78 évét úgymond szembe köpni. Tehát azért
azért elgondolkodtató, hogyha ilyen szinten lévő személyiségek is belemennek ebbe a játékba pénzért, akkor kis idézőjelbe, kis helyi magyar viszonylatba ugye még jó, hogy beleállnak az emberek ebbe a dologba, hogyha ebből pénzt tudnak kivenni. És akkor itt nem is milliárdokról van szó, mondjuk van, akinél igen. Jó, következő. Akkor próbáljunk egy kicsit technikai témákra belemenni, hogyha nem probléma, egy pár ilyen kérdést feltennék neked. Az első az mindenképpen az lenne, hogy amit minden nap megkapok, hogy az izomláz, tehát most tényleg egy kicsit technikai téma, az izomláz az mennyire jó indikátor annak, hogy te egy nagyon jót edzettél. Konkrét kérdés az így hangzott el tegnap, hogy a progressziót le tudom-e mérni abból, hogy mennyire van izomlázom edzés után. Tehát a fejlődés egyenlő-e azzal, hogy neked izomlázad van? Na most akkor ezt nagyon banálissá teszem ezt az egész felvetést, mert tegyük fel, hogy én mondjuk világéletemben testépítéssel foglalkoztam, aztán szombat délután fogom magamat, és elmegyek kosarazok egy jó ízűt. És ezután a kosarazás után garantálom, hogy brutális izomlázam lesz, mert hogy én ezeket az izmokat, ezekre a mozdulatokra, ilyen időintervallon keresztül nem használtam. Tehát az, hogy az izomláz egy jó indikátor lenne, hogyha te ugyanolyan edzéseket végzel, még akkor se a legjobb. Tehát lehet egy jó indikátor arra, hogy edzettél eleget, de inkább arra, hogy túl sokat. Mert neked nincs szükséged izomlázra, ez régen ugye azt gondoltak, egyébként 2 vagy 3 videót is csináltam szintén, hogy ez a tejsav miatt van, nem a tejsavú, mert ezt is kérdezték már, hogy a tejsavú kérdezik túl, ez a tejsav lesz, amire gondolunk ebben az esetben, de ezt már tudjuk, hogy nem, mert a felezés ideje sokkal kevesebb. Tejsavnak ennél is az történik, hogy a mikrorepedések nem gyógyulnak be, és neked ilyen kis gyulladások vannak az izmaidban, és az nem kell, hogy ott legyen, mert te nem fogsz tudni optimális teljesítményt nyújtani, hogyha neked még gyulladtak az izomrostjaid. Szóval én azt szoktam, én erre csináltam egy gráfot, ami úgy szól, hogy tegyük fel, hogy neked nincs izomlázad, szuper, mehet az edzés ugyanúgy. Ha van egy enyhe izomlázad, akkor lehetséges, hogy mondjuk finom hangolni kell az edzést, árpiskálán visszamenni, vagy valami. Ha meg erős izomlázad van, akkor inkább arra az a izomcsoportra ne edzél. Pihenj plusz egy napot, ha több izmot edzel meg egy nap, akkor tedd át a másikra, hogyha kivitelezhető. Tehát, hogy én inkább ilyeneket csinálnék. Alapvetően meg arra kell törekedni, szerintem, hogy ne nagyon legyen. Ettől függően nekem is van, hogy van, hogyha mondjuk edzés programot váltok, és gyakorlatokat váltok, ismétlésszámot váltok, nem aludtam annyira jól, kihagyás volt, tehát hogy előfordul, de semmiképpen nem örülök ennek. Tehát akkor inkább úgy fogom föl, hogy lehet, hogy kicsit kevesebbet kellett volna dolgoznom azon az edzésre, hogy a következő 1-2-3 edzés alkalmában több teljesítményt tudjak letenni az asztalra. Oké, akkor ezt is egy kicsit árnyaljuk egy pár mondat erejéig, mert én ugyanígy vagyok vele, tisztában vagyok vele, hogy nem jó az izomláz, tisztában vagyok vele, hogy nem kell az izomláz, semmiképpen sem jele a progressziónak, de hogyha ezt 10 évvel ezelőtt kérdezted volna meg, sőt, akár csak 5 évvel ezelőtt kérdezted volna meg, lehet, hogy mást válaszoltam volna. Tehát, és szerintem nálad is így volt, hogy 10-15 évvel ezelőtt, vagy 10 év ezelőtt biztos, hogy te is hajszoltad. 15 évvel ezelőtt én még Yu-Gi-Oh-ztam. Igen, azért utána módosítottam, tehát maradjunk annyi, hogy 5-10 évvel ezelőtt, és nálad hol volt az a pont, mi volt az az információ, ami megváltoztatta ezt a gondolkodásmódodat, és meggyőzött arról, hogy hát végülis, amit eddig hittem, az nem is feltétlenül igaz. Mi volt az a pillanat, emlékszel? Hát ez nagyon jó kérdés, mert szokták is tudom kérdezni, hogy honnan érdemes informálódni. Csak ez meg egy annyira bonyolult tanulási folyamat szerintem, hogy az elmúlt 10 évben tanultam ezzel kapcsolatban, hol többet, hol kevesebbet, hol szakirodalmat olvastam, hol YouTube-ot, stb. És igazából kialakul egy rendszer szintű szemlélet, amiben el tudod helyezni, hogy ki mennyire hiteles, úgymond, hogyha van több hiteles ember, azok nem értenek egyet, azt mi okozza ezt az ellentétet. Lehetséges, hogy az egyik mondjuk valamire alapozza, X dologra alapozza a véleményt, másik Y-ra, és lehetséges, hogy jelen tudásunk szerint mind a kettő legalább annyira helyes vagy helytelen. Mert még nem született meg a bölcs döntés, ami mind a kettőt esetleg hatályon kívül helyezni, úgymond, vagy pedig mind a kettőt legitimálná, ha amennyiben. Tehát itt mindig azt kell vizsgálni, hogy kinek adunk tanácsot, milyen esetek fennállásakor, tehát ez ennél sokkal bonyolultabb, és ezért se tudom azt mondani, hogy hát kérlek szépen, úgy szerezd meg azt a tudást, ami nekem van, hogy ezt a könyvet ettől eddig olvasd el, ezt a videót ettől eddig olvasd el, mert ez egy sokkal bonyolultabb folyamat ennél, és ebből adódóan fingom sincs, hogy melyik volt az a pillanat, amikor én rájöttem, hogy ja, hát az izomláz az nem kell, hanem ez egy nagyon-nagyon bonyolult, és ezt most nem azért mondom, hogy bonyolult, hogy elvegyem az embereknek a kedvét, mert ez egyszerűen ez ilyen. Tehát, hogyha valamiben nagyon jól szeretnél lenni, akkor nagyon-nagyon sokat kell olvasod, nagyon sokat kell informálódnod, és nagyon sokat kell magadat is megkérdőjelezned. És tudnod kell felülbírálni magadban azt, hogy amit eddig tudtál, azt tényleg helyesen. Tehát, hogy én kifejezetten
hát ezt nem mondom, hogy utálom, de kevésre tartom az olyan embereket, akik tények ellenében se hajlandóak változtatni a véleményükből. Mert az vagy egó szokott lenni, vagy kisebbségkomplexus, vagy a kettőnek az ötvözetek. Nekem is szokott lenni egy határozott véleményem, el szoktam mondani, de büszkén állíthatom, hogy meggyőzhető vagyok észérvek ellenére. És többször is volt már, hogy akár videóról videóra árnyaltam egy kicsikét az én meggyőződésemet. Mert nekem az a célom, hogyha kijön egy videóm, és kijön egy videóm egy évvel később, öt évvel később, akkor igenis nevezhessem hülyének a korábbi önmagamat, mert folyamatosan szeretnék tanulni, és az lenne a rossz, hogyha minden egyetértenék, amit 3-5 évvel ezelőtti videóban mondtam. Mert ez olyan dinamikusan változik az egész tudományág, hogy naponta jönnek ki tanulmányok. Így van. Tök érdekes, hogy mondtad ezt, ugyanezt szoktam én is mondani, hogy akkor mondhatja szerintem az ember azt, hogy elkezdi átlátni a dolgokat, és ki tudja ugye szúrni az egyes tadiknak, tanulmányoknak a hibáit, amikor elkezdesz, ugye, ahogy mondtad, egy nagy egészben gondolkodni, ugye a részinformációk helyett, és ez pont ezért nem lehet rámutatni, hogy innen és innen tanulj, mert én is kiköltöztem ide 11 évvel ezelőtt, és azóta kezdtem el aktívan tanulni. Tehát ami most a fejemben van, annak a 10% az, amit az első 17 évben szereztem, és 90% amit az elmúlt 10 évben, és az, amit az elmúlt 10 évben tanultam, az felülírja az első 17 évet, és pont ez a lényeg, én ezt szoktam általában megnevezni különbségnek a bro science meg a science között, hogy a bro science az megmondja, hogy mi működik, uh-huh. A science meg megmondja, hogy miért működik. És a bro science az nem hazugság, az nem egy tévedés, ezt mindenki félreérti tőlem is, hogy én ezeket az embereket, akik a bro science-ben hisznek, én lehülyézem. Mondjuk lehet, hogy néha le, de nem azzal a, nyilván nem azzal a céllal, hogy őket kisebbnek vagy kevesebbnek tüntessen fel ezáltal, hanem pont olyan embernek, akik nem hajlandóak tanulni. Mert az igazi science megmagyarázza, hogy a bro science miért működik, de a bro science soha nem magyarázza meg, hogy az igazi science miért működik. És ugyanez van, mondjuk felhozhatjuk akár a ketónál is, hogy ugye a ketósok szerint hízlal az inzulin. Ellenben a világ legsoványabb, legalacsonyabb zsírtartalommal rendelkező emberei kivétel nélkül mind rendkívül magas szénhidrát fogyasztással bírnak. És akkor, ha megkérdeznék egy ketóst, hogy ez hogyan lehetséges, hogyha hízlal az inzulin, akkor így pislogna. Ellenben az igazi science megmagyarázza, hogy miért lehetséges az, hogy te a ketó diétával lefogysz. De az nem magyarázza meg, hogy én miért tudtam lefogyni mondjuk 500 g szénhidráton. Tehát ez a különbség. Ugyanezt be lehet hozni a táplálékegészítőbe, be lehet hozni minden téren az edzésben is. Hogyha valaki azt mondja, hogy szélesebb lett a háta a széles fogású lehúzástól, akkor én meg tudom magyarázni, hogy ez hogyan lehetséges. De ha közlöm vele, hogy nem úgy működik az anatómia, és ez nem így működik, ő nem tudja megmagyarázni az anatómiát. Nem tudja megmagyarázni, hogy akkor, ha nem így működik, miért nőtt meg tőle a hátad. De én meg tudom magyarázni, hogy miért nőtt meg a hátad, mert azonnal előhozhatjuk, hogy mert nem csak azt az egy gyakorlatot végezted, mert genetika, mert 20 évet csinálod, mert működik, amit csinálsz, csak ha máshogy csinálnád, jobban működne. Tehát meg lehet magyarázni az igazi science mindig megmagyarázza a bro science, de fordítva nem igaz. És a kérdésem feléd az, hogy meg tudod-e nevezni azt a határt, ahol tudom, hogy ez ugyanolyan, mint az előző kérdés, de azért egy kicsit mégis specifikusabb, amikor te elkezdtél az igazi science-ben gondolkodni, és milyen érzés volt az, amikor rájöttél, hogy milyen sokáig éltél te is tévhitek között? Érdekes, mert szerintem ezzel nagyon-nagyon durván kisebbségben vagyok, de én már nagyon-nagyon az elejétől ezt a szemléletet kezdtem el követni, és onnan jöttem vissza. Tehát a legtöbb ember az elkezdi a nagyon bro oldaltól, egyre tudomásabban, én meg lehet, hogy azért, mert így gondolkodok, én rögtön ennek után, relatíve rögtön, pár hónap után elkezdtem ezeknek utána nézegetni. És nem, tehát ez nagyon durva hobbi szinten zajlott eleinte, szóval nem tulajdonítottam nagy jelentőséget ezeknek, de egyre jobban föltűnt, hogy az, amit én olvasok, az nem felel meg egyáltalán annak, amit én hallok a teremben az aktuális a legnagyobb darab embertől. És gondolkoztam, hogy ez miért lehet. És azért kezdtem el én 2017-ben YouTube-ozni, mert láttam, hogy óriási a különbség a között, amit én tudni vélek, és a között, amit én hallok a mindennapokban. És megvoltam róla győződve, hogy nekem van igazam azáltal, hogy én így gondolom, azért, mert hogy ahonnan én informálodok, azt tudósok csinálták, azt tanulmányok alá van támasztva, ő meg azért, mert nagy, nem biztos, hogy igaza van. Tehát én innen indultam ki. Aztán innen jöttem egy kicsikét be a tapasztalati irányba, mert hogy az is lehet sok, hogyha valaki mindent ki akar
faszolni, szépen szólva, tudomány által, és hogy ő lesse megy a terembe az első 4 évben, hogy ő edzeni akar, hanem ő keresi a tökéletes ismétlés számok, tökéletes gyakorlatra a tökéletes, a többi. És volt olyan, hogy én meg voltam róla győződve, mert arra is volt egy cikk, hogy mit tudom én, a 15-ös ismétlés szám az, ami a legeslegjobb izom hipertrófiára, és iszonyatosan lassan, mit tudom én, 40 másodperces feszülési idővel csináltam 15-öket, 3 kilóval bicepsbe. Tehát én olyan iszonyatosan kocka módon álltam ehhez hozzá, hogy én meg azért nem fejlődtem. Tehát én érted, hogy mit mondok, hogy én innen jöttem vissza, és rájöttem, hogy azért lehet itt tudományoskodni, de azért a munkát az bele kell tenni, mert egyik anatómia könyv se fogja megemelni helyetted a súlyzó. Pontosan, pont tegnap volt egy ilyen kérdés az Instagramon, egyébként kérdezték tőlem, hogy lehet, tehát hátráltathatja a kezdőket a túlzottan tudományos hozzáállás, és én szerintem teljesen egyértelműen igen. Ez így van, ez így van. Én azt mondanám, hogyha elkezd valaki edzeni, akkor csinálja. Tehát, hogy legyen tisztában az alapokkal, legyen egy jó edzője, vagy online edzője, vagy valami, aki utat mutat neki, de nem kell ezekben elmerülnie, mert nem tudnak az emberek egyszerűen prioritást felállítani ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy megkérdezi tőlem valaki, hogy a kreatin az hány nap múlva mosódik ki a szervezetből, és édesem, ne ezzel legyél elfoglalva, hanem mennyire, és az alapgyakorlatokat csinál konzisztens módon jó technikával, stb. Stb. Tehát, hogy az emberek elvesznek a részletbe, és nem azt mondom, hogy ezek teljesen haszontalan információ, csak nem lát fától az erdőt, hát relatíva azok, de nyilván minden információ valahol hasznos, mert lehet, hogy ez lesz a legyen is milliómosban az utolsó kérdés, se lehet tudni, de hogy én azt mondanám, hogy ez az a mentalitás, inkább, hogy nem látod a fától az erdőt. Így van, pont ugyanezt szoktam én is mondani, hogy igazából minden percben jön egy kérdés, hogy mikor szedjem a kreatint, elfelejtettem is. Én mindig azon gondolkodok, hogy zsigerből rávágnám egyébként, hogy irigylem a problémáidat. Én nekem meg sem fordulna ez a dolog a fejemben egészen addig, amíg nem egy testépítő fizikum néz vissza a tükörből. De az is igaz, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez így van, mert ha én, amikor én voltam 18-19-20, szerintem ugyanígy viselkedtem és ugyanezt csináltam, csak már nem emlékszem, annyira régen volt. Tehát ez olyan, mintha ezeket a lépcsőfokat szinte nem is lehetne átugrani. Mintha mindenkinek végig kéne mennie azon, hogy előbb elhiszem a bro science-t, előbb elhiszem, hogy aki nagyobb, azért hozzá jobban, és ha elég ideig csinálom, és elég idős leszek, akkor előbb-utóbb az ember megérti azt, hogy ezen túl kell lépni. Én ezt egyébként úgy szoktam hívni, hogy majdnem olyan, mint az ABC. Mindenki kérdezi, tudod, hogy milyen képzéssel lehet annyit megtanulni, amit ti is tudtok ott a YouTube-on. Nem, nincs ilyen képzés, de ha lenne, se tudnál beiratkozni, mert meg kell tanulni előbb az ABC-t, aztán beiratkozol a középiskolára, és aztán mész egyetemre, és én azt szoktam mondani, hogy ha 8 évesen hozzád vágnak egy egyetemi könyvet, akkor nem fogod tudni megtanulni, mert nem fogod megérteni, és hogyha egy kezdőnek én előadást tartok arról, hogy hogyan működik az inzulin, akkor még jobban összezavarom, ellenben ha azt mondom neki, hogy hagyjuk már ezt az inzulin témát, és edd meg, amit meg kell, edz amennyit kell, és majd 5-10 év múlva beszélgetünk az inzulinról, akkor lehet, hogy többet segítek neki azzal, hogyha ezt mondom, mint azzal, hogyha az első hetében elmagyarázom, hogy hogyan működik az inzulin, mert csak még jobban összezavarom talán. Nem minden információ való mindenkinek, meg az embereknek a befogadó képessége se végtelen, pont azért kell prioritást felállítani. És nyilván ez lehet úgy metaforikusan érteni, hogy ez egy hullámvasút lenne, csak ezt a hullámvasutat, ami ez a tanulási folyamat, azt meg lehet tenni 15 év alatt is, meg meg lehet tenni 2 év alatt is, attól, hogy kikre figyel az ember. Itt egyébként ugye én nem is voltam már Magyarországon 5 éve, nem is élek már Magyarországon több mint 10 éve, így egy nem tudok véleményt alakítani ki arról, hogy ez a szemlélet mennyire terjed el, de külföldön látom, hogy ez a bro science majd, hogy nem már inkább cikivé válik egy kicsit, akár versenyzői szinten is, tehát a legjobb top testépítők, Ian Valier, vagy a Justin Shire, stb. Ők is már inkább arról beszélnek, tudod, hogy azért a hátat inkább így kell edzeni, azért a felső rostokat inkább így, azért inkább a kalória, tehát ők is elmennek ugye abba az irányba, amikről mi beszélünk, és itt a legmagasabb szintű testépítőkről van szó, tehát ott Magyarországon, te, aki jobban benne van ugye ebbe az iparban, mint bárki más, te hogy látod, van esélye arra, hogy ez a dolog el fog terjedni a legjobbak körében is, tehát a sporták csúcsán lévő versenyzők között is, vagy valahol ez a tudományos hozzáállás mindig egy kicsit ilyen mainstream fog maradni. Te mit látsz? Magyarországon szerinted mi a jövő? Én szerintem nagyon sokat fejlődött az egész testépítés Magyarországon az utóbbi néhány évben, és itt most arra gondolok, hogy mint 3-4, tehát előtte szerintem még mindig sötét középkor volt, mert itt is le vagyunk maradva egy kicsikét, de azért igenis egyre több élsportoló az, aki
egyre inkább nyit az ilyen tudományos szemléletek irányába, és szerintem ez hasznos, és meg is fogja hozni az eredményt számukra. Oké, és akkor, hogyha ebből egy kicsit még egy kérdés erejéig, hogyha annyi időd még van, visszakanyarodnánk egy kis technikai dologba. A tömegnövelés, mert erről is készítette videókat, és baromi jó a téma, mert én azt hiszem észre, főleg naturál srácoknál, de nem naturáloknál is, tehát nem lehet, itt nem lehet különbséget ugye, tenni a két csoport közé. Olyan szintű irreális elvárásaik vannak az embereknek afelől, hogy valójában mennyit is lehet fejlődni, mennyi idő alatt. És ebből jönnek ezek a 20-30 kilós hízások egy év alatt, fél év alatt, és aztán a végén ugye, mint tudjuk, hogy ennek általában valós izomtömegbeli vonzata nem szokott lenni. Tehát, hogyha feltenném neked azt az egyébként iszonyatosan bulvár szintű kérdést, hogy szerinted mennyit érdemes hízni egy tömegnövelés alatt, és mennyi ideig érdemes tömegnövelni, akkor erre mit válaszolnál? Uh-huh. Tudom, hogy nagyon hülye kérdés. Igen, tehát én erre egyébként kísérleteztem is magamon is, és pont nemrég volt egy olyan videóm, hogy csináltam egy 2 éves tömegnövelést, és azt folyamatosan egy pici többletben voltam. Most az, hogy mennyi a pici, 100-200-300, ezt nem hiszem, hogy számszerűsítenek kéne felszíteni, főleg, hogy ez kb. Hibahatáron belül, mert sem fogok tudni halálpontosan kiszámolni, hogy mennyi teszel, de egy kicsibe. Tehát, hogy egyetlen egy alkalom sem volt, amikor mondjuk ne lett volna koszkás alsam, de mondjuk a koszkák kevésbé voltak kivetőek. Tehát ez szerintem egy jó, nem tudom, mérvadó, vagy egy jó iránytű lehet, vagy nem tudom, hogy az ember az ne hízzon el. És amikor már úgy nem látszanak a kockák, hogyha már nyilván dolgozik egy ideje az ember, mert azért a kockák nem is van keresztmetszet, amit lehet növelni, ha nem is annyi nagyon, de most ebben nem menjünk bele. Szóval, hogyha már ezek eltűntek, akkor lehetséges, hogy túltömegelted magad. Ez emberenként változik. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen 20-25%-ig föl lehet menni, tehát zsírban, ez emberenként, ez változó megint csak. Tehát én inkább talán onnan fognám meg, hogy optimális környezeteket teremteni a szervezetem belül arra, hogy izomtömegnövelés történjen. Ehhez leeszte egy pici többletbe, lehet akár egy szinten tartó is, hogy nagyobb testsúlyod van, mi akár deficit is lehet, hogy te kezdő vagy, és nagy súlyod van, bla. De összességben azt mondanám, hogy neked az a feladatod tulajdonképpen, hogy ideális környezetet teremtsél. És ez a kalória itt csak az egyik változó. Tehát itt a kalória is fontos, a fehérjebevitel is fontos, a regeneráció is fontos, a helyes gyakorlatvégrehajtás technikai stb. Is fontos, tehát a kalória az csak egyetlen változó, és azt, hogy te most mennyi kalórián tömegelsz pontosan, mekkora többlet vagy, szerintem ez annyira nem fontos, és emberenként változik itt valakinek, kell egy nagyobb többlet ahhoz, hogy ő motivált maradjon a tömegnövelése során, mert valaki úgy van vele, hogy évente mondjuk képítesz 2-3 kilóizmot. Az az évi 2 kiló, az leszámítva hetekre, hát az nem mérhető a mérlegen. És valaki úgy van vele, hogy ő akkor én most rossz úton van. De nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy rossz úton vagy, de hogyha téged nem motivál ez, akkor nyugodtan csináld azt, hogy egy nagyobb többletbe vagy, jobban nősz, lehetséges egy picit jobban is erősöz, de aztán majd a diétába úgyis vissza fogsz gyengülni, na mindegy. De hogyha neked ez kell, akkor te úgy csinál. Tehát itt sincsen olyan, hogy mindenkire jó lát. És akkor most óriási nagy viták vannak, hogy de most lean bulking legyen, vagy main gaining legyen, vagy bulking legyen. Próbáld ki az összeset, és lehet, hogy neked az egyik jobban be fog válni. Tehát, hogy lehet erre hozni tanulmányokat, hogy miért az egyik jobb, mint a másik. Én azt gondolom, hogy egészség szempontjából, esztétika szempontjából, hogyha ez is egy szempont, akkor fenntartóság szempontjából szerintem sokkal jobb az, hogyha az ember nem hintáztatja 30-40 kilókat is akár a súlyával, de ugyanakkor meg mondjuk ott van a Szabó Patrik a TSM-ből, akinek ez tökéletesen működik naturálva. De az nem jelenti azt, hogy ez 10-ből 9 embernek fog működni, neki ez működik, és senki nem fog tudni elvitatni tőle, és lehet, hogy neki ez jobban működik, mint más működne. De ez nem azt jelenti szerintem, hogy mindenkinek így kéne csinálni, pláne, hogyha nem versenyző. Egyébként fura, én is őt szoktam felhozni, mert általában őt szokták felhozni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon helyes, hogy így csinálja a Patrik, mert tudom, hogy azért csinálja, mert működik neki, de azt is tudom, hogy 10 év múlva biztosan nem így fogja csinálni, ez 100%. Egyrésztől, másrésztől pedig én csináltam vele is interjút, és azt mondta, hogy neki ez így működik, de a tanítványainak sem mondja azt, hogy ekkora többletből él. Tehát ő sem mondja ezt másoknak, annak ellenére, hogy ő csinálja. És ez, akármilyen furán is hangozhat, egy teljesen legit gondolat, mert az, ami nekem bevált, nem biztos, hogy neked be fog válni. Ugyanez igaz egyébként rám is, mert én is ugyanazt csináltam eddig, talán nem annyira szélsőségesen, mint a Patrik, de azért egy 20 kiló ugye ingadozás nekem is minden évben megvan, és most volt az első alkalom, amikor annyira megkínzott a diéta, nem maga a diéta, mert a diéta nem nehéz, hanem a körülmények, a munka, a stressz plusz a diéta annyira megviselt, hogy eldöntöttem, hogy ezt én még egyszer nem csinálom meg, és eddig azt csináltam
20 éven át legalább, amit a Patrik, és mától 38-39 éves koromtól nem ezt fogom csinálni, mert megváltozott a prioritás, meg az életkörülményeim. Most már sokkal nehezebb diétáznom, mint 10 évvel ezelőtt, ergo semmi értelme nincs megint felszednem 20 kilót, hogy régen leadtam 2 hónap alatt, most meg 7 hónap, mert egyszerűen annyira szétforgácsolódik ugye a figyelmem meg a fókuszom, hogy már nem megy úgy. Tehát ez a durva, hogy ha az a kérdés, hogy érdemes-e meghízni a tömegelésbe, még nem csak azokat a dolgokat lehet behozni a témába, amiket te mondtál, hanem még tovább lehet árnyalni azzal is, hogy ez még az életkorodtól is függ, a céljaidtól is függ, sőt, még attól is függ, hogy te éppen melyiket választod, milyen életszakaszban vagy, tehát millió dolog kérdése, és nem igazán értem, megmondom őszintén, hogy az emberek miért mástól várják meg azt, hogy megmondja nekik valaki, hogy meddig tömegelj, meg meddig diétáz. Te hogyan szoktad lekezelni azokat a kérdéseket, amikor küldenek neked képeket, és azt mondják, hogy szerinted diétázni érdemes-e nekem most, vagy tömegelni? Mit szoktál erre mondani? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy az én feladatom szerintem sose az, hogy én megmondjam, hogy te mit csinálj, hanem én mindig utat fog neked mutatni, illetőleg több opciót, és el fogom mondani, hogy én melyiket csinálnám a helyedben, és azokat alátámasztom. Tehát én azt szeretem csinálni, hogy dolgozok valakivel, akkor az ne csak arról a 12 hétről szóljon, mert most annyi, hanem megpróbálom az alatt megtanítani az embereket arra, hogy onnantól kezdve ne legyenek vakon. Mert voltak olyan emberek, akik hozzám fordultak segítségért, és azt mondják, hogy ők már 5-ször lefogytak, de akkor most 6-szorra megpróbálnak velem is. És ez olyan, mint aki már 5-ször letette a cigit, és másnap látott, hogy a busz megállóba cigizik, most akkor ő letette tulajdonképpen a cigit. Tehát nem. És sokan vannak, akik nem tudják, hogy miért fogytak le, mert nincsenek tisztában az alapokkal, ők csinálták a kettőt, ők csinálták az időszakos bőtölést, ők csinálták a kaszot challenge-et, stb. De ez alatt, az idő alatt, ez lehet, hogy egy évtized vagy ott, semmilyen információra nem tettek szert, és mindjuk nincsen, hogy kerüljenek a lábó bébe, hanem ők föllettek téve egy ilyen hullámvasútra, bekötötték a szemüket, kiáltottak egy jót, és akkor ott vagyunk a végén. És nem tudnák ugyanezt újra csinálni. Én azt gondolom, hogy nekem ez a feladatom, hogy őket megtanítsam, és lehet, hogy nem fognak velem dolgozni éveken keresztül, de nem érdekel, mert cserébe fognak ajánlani az ismerőségnek, mert ténylegesen segítettem nekik is több emberre dolgozni rövidebb időn keresztül. Nekem ez így megéri. Szóval visszakanyarodva a kérdésedre, én mindig föl szoktam vázolni, hogy több opció van, nézzük meg, hogy szeretnék kinézni fél év múlva, hogy szeretnék kinézni egy év múlva, mik a prioritásaid, van-e egy időszak, van egy konkrét időpont, amikor arra kell valahogy ki szeretnél nézni, egy fotózás, egy nyaralás, egy verseny, egy akármicsoda, téged zavar-e az a kis, téged jobban zavar-e az a kis pocak például, vagy eltűröti az ott van, és még szeretné jobban izmosodni, és akkor utána. Tehát, hogy mindig felvázolom, hogy mik az előnyei annak, hogyha te most éppen a jellegi állapotodban szákesteni szeretnél, vagy te most a jellegi állapotodban izomtömeget szeretnél növelni, és mindig elmondom mind a kettő stádiumnak a hátrányait is. A legtöbb ember izmosodni is szeretne, meg zsírt leadni is szeretne. És akkor azt szeretném, hogy plusz 20 kg izom, mínusz 10% teljes zsír. Akkor hogyan csináljuk? Hát azt úgy csináljuk, és akkor elmondom neki, hogy egyrészt több év, vagy lehet, hogy soha, mert olyan is van, mert teljesen irányos elvárásokat is szoktak odajönni hozzám, és akkor inkább megmondom, mondom, figyelj, én nem fogok neked hazudni, inkább nem teszem el a pénzed, soha büdös életben nem fogsz kinézni, mint az úriember a képen, mert az úriember a képen se úgy néz ki, hogy az úriember a képen, vagy az úriember a valóságban, de hogy úgy is nézhet ki, lehet, hogy csak egy kúra erejéig, vagy egy fotózás erejéig, vagy akár. Szóval én megpróbálok opciókat adni az embereknek, és megérvelni, hogy én melyiket csinálnám, de a végső döntés az mindig a kliensé. Tehát én nem vagyok egy ilyen hajcsár, én megpróbálok neki segíteni, hogy ő máshogy gondolja, elmondom, hogy én miért nem úgy csinálnám, de hogyha nekem a legjobb tudásom ellenére kell valamit megcsinálni, de megcsinálom, akkor viszont ne jöjjön panaszkodni, hogy nem ért el azt az eredményt, mert megmondtam, hogy én nem így csinálnám. Tehát én ugyanezt szoktam mondani, hogy ha én tűzöm ki a célokat kettőnknek, akkor te nem a saját céljaid felé törekszel, hanem az én általam megadott célok felé, ami nem a sajátod, és azért a ragaszkodás a célhoz sem lesz soha olyan, hogyha a mások által kitűzött célok felé dolgozol. Mindig ezt szoktam, mindenki egyszerre akar izmos lenni, meg szákás, de ha csak egyet kell választanod a következő, ahogy mondod, én is azt szoktam mondani, hogy 3-4 hónapra, akkor melyik legyen az, és amit te érzel magadénak, az legyen, mert különben nem fog menni. Persze van, aki annyira el van veszve, hogy azt mondja, hogy neki 50-50, akkor kénytelen vagyok én valamilyen formába ugye elmenni. És a másik ilyen kérdés, amitől mindig általában leszoktam izzadni, hogy mit válaszoljak erre, és tudom, hogy ezt te is megkapod, ez biztos, hogy küldenek ugyanúgy képet, és megkérdezik a varázs kérdést, az 1 millió dolláros kérdést, hogy szerinted érdemes-e nekem versenyzéssel foglalkozni? És én ettől szoktam általában a legjobban leizzadni. Na, ezt a kérdést te hogy kezeled? Hát
Én megmondom, hogy én viszonylag kevés ilyen kérdést kapok, mert én nekem nem ez a fő profilom. Tehát hozzám a legtöbb ember, aki eljön, az nagyon sokan, mondjuk a Norbis vagy a Kasszatibis videók hatására jönnek, és középkorú emberek, akik szeretnének jobb formába kerülni valamivel. Hozzám azért relatíve kevés versenyző, vagy olyan ember, akinek versenyzői ambíciói is vannak, ettől függetlenül azért persze van, és ilyenkor el szoktam nekik mondani, hogy oké, hogy te egy mostani kép, küldjön egy fiatalabb kori képet, ezek alapján nézzük meg, hogy mennyi év alatt mennyi izmot szedett föl, milyen edzésterve, milyen étrenddel, ebből adódóan milyen a genetikai potenciálja például, és akkor azon el lehet gondolkozni, hogy onnantól kezdve, hogy akkor te ebben mennyit is vagy hajlandó beletenni, mikor akarsz versenyezni, milyen kategóriában, tehát itt megint csak rengeteg kérdést lehet föltenni, és ezek után majd megszülök valami véleményt, ami továbbra is csak egy vélemény lett, ami simán lehet, hogy nem jó. Mert van, akinek mondjuk jó genetikai potenciálja van, viszont a terhelés hatására az ő izmai kevésbé fejlődnek, mert ilyen is van. Tehát ez is egy szempont. Lehetséges, hogy valaki nagyon jól néz ki 15-16 évesen, de ennek ellenére nagyon kevés izomzat tud magára fölpakolni onnantól kezdve. Vagy Vagy az. Valaki nagyobb a tolerancia szintje, akár mondjuk a fájdalomra, valaki nem is tud tényleges bukás közelébe sem menni, mert inkább elejti a súlyt, és ennyi. És ilyenek is vannak. Tehát, hogy ezt nem lehet megmondani, és aki azt mondja, hogy na neki biztos a jó genetikája van, szerintem ez ennél sokkal árnyaltabb. Tehát, hogy lehetséges, hogy valakinek azon, hogy az van, de aztán nem. Lehetséges, hogy jó genetikája van, de mellette 63 féle betegsége van, ami a következő egy-két évben elő fog jönni, és károlni fogja. Tehát, hogy nem lehet erre választani. Érdekes dolog, a legelső ember, akit én a mentális genetikáról hallottam beszélni, az bármilyen furcsa, az Kati Béla volt. Ő volt az első így a fejemben, aki erről beszélt, valamikor jóval több mint 10 évvel ezelőtt, és akkor még nem értettem feltétlen, mire gondol. Ma már ugye pontosan tudom, hogy mire gondol, mert a legjobb fizikai genetika sem ér semmit, hogyha nem tudsz diétázni, vagy nem tudsz tartani a programot. Tom Platz még beszélt ezekről egyébként, én nála hallottam először, ugye a brutál lábedzéseivel kapcsolatban, de a Béla is igen. Tehát, hogy nem tudsz te 100%-ban túldolgozni egy rossz genetikát, de azért bőven lehet ezeket a határokat árnyalni, vagy elmosni, mert igenis, aki szorgalmasan dolgozik, az le tud hagyni valakit, akinek jobb a genetikája, de kevésbé dolgozik szorgosan. Nyilván ettől függetlenül nem lesz valakiből Mr. Olympia, akinek tényleg lánézése se olyan a genetikája közel se, de lehet egy pár pontot javítani a hátrányon. Egyébként jó, hogy mondtad, ugye, hogy vissza kell kérdezni, hogy régebbi képeket is érdemes ugye összevetni, mert tényleg a jelenlegi állapot sosem mutatja azt, hogy mire vagy képes, mert tegyük fel, hogy kapsz valakitől egy képet, aki mondjuk úgy néz ki, mint én, és azt mondja, hogy egy éve edzek. Hát akkor azt mondom, hogy bakker, akkor ez a te sportod. De ha azt mondja, hogy 30 éve edzek, és már nem tudom hány grammos kúráknál járok, és így nézek ki, akkor azt fogom mondani, hogy ez nem a te sportod, öreg. Tehát a jelenlegi állapot nem dönti el, hogy milyen messzire juthatsz, de még ezt is árnyalom azzal, mert olyan is van, aki küld nekem képet, sehogy, tehát ugyanolyan fizikum, mintha nem is igazán edzene, és azt mondja, hogy 10-15 éve edzek. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy rossz genetikád van, mert nem számít, mióta edzel. Így van, azt számít, mióta edzel jól. Mert hogyha szarul edzel 15 éve, akkor nem tudom, hogy milyen a genetikád. Fogalmam nincs. Mert hogy nem az a lényeg, hogy mióta edzel, hanem mióta csinálod jól. Ez a lényeg. Oké, és figyelj, időben hol járunk? Mert egy kicsit szerintem én egy... Van nekem idő még igazából. Én körülbelül ilyen egy órát akartam volna, hogy elraboljak a napodból, hát már másfélnél járunk. Szerinted férjen még bele egy-kettő, vagy kollégedé? Nekem mehet. Mehet? Jó, akkor következő kérdésem, ha már így benne vagyunk. Mit szólsz te ahhoz, hogy igazából én név nélkül nem tudok belemenni a Instagramon. Legyen csak monogram. Mit szólsz a pár hónappal ezelőtti Instagramon kirobbant vitába, amiben te is benne voltál, meg a Gyergyószegi Feri is, meg én is, meg még elég sokan. És most félreértés ne essen, semmi rosszat nem fogok az illetőről mondani, mert semmi rosszat nem gondolok az illetőről, sőt, én egyébként körülbelül 15 éve rajongója vagyok az illetőnek, tehát nyilvánvaló, hogy itt azért egy tiszteletfaktor mindenképpen van ebbe a dologba, de szerinted mennyire gáz az, hogy egy sportoló ennyire ragaszkodik makacsul az igazához, és nem hajlandó nyitni, és azonnal átmegy személyeskedésbe, és mennyire gáz az, hogy itt egy olyan sportolóról van szó, akire több tízezren néznek fel. Tehát neked arról a kialakult vitáról mi a véleményed így hónapokkal később? Uh-huh. Én ezt nem csinálnám. Tehát mindannyian mások vagyunk,
Én egyébként ez az úriemberrel élőben is beszéltem, kezet fogtunk, megállapodtunk abban, hogy nem értünk egyet, és megy tovább az élet. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy visszakérdezve, én ezt mondtam, hogy én ezt nem tartom egy jó emberi tulajdonságnak, hogy az ember köti az ebet a karóhoz, és ragaszkodik az igazához, annak ellenére, hogy esetleg mások felvonultattak tényeket, hogy ez bizony nincs így. Én nem ilyen vagyok, én nem tartom ezt jónak, de hogyha más ilyen, én sem vagyok tökéletes táborról se, lehetnek, tehát hogy mindenkinek vannak hibái. Én nem lennék ilyen, én nem örülök ennek, hogy ez így megtörtént. Nem változtattam a véleményemmel akkor sem, amikor egymással szembe álltunk, de más emberek vagyunk, és ezzel nincsen semmi probléma, attól függetlenül lehet értékes mind a két személy. Elmondom, hogy miért hoztam fel ezt a kérdést, hogy felvezessem a legutolsó kérdésemet, ami az, hogy én nagyon sokszor megkapom azt, képzeld el, hogy akiket meghívok a sztárinterjúkba, ugye nagyon sokszor olyan dolgokat mondanak, vagy mondtak a múltban, ugye akár 10 éve, 20 éve, 15 éve, amikkel én esetleg az edzés technikai, vagy az egyéb videóimban mondjuk szembe megyek, vagy nem értek egyet. Uh-huh. És ilyenkor szokták nekem mondani, hogy most akkor mennyire hiteles az adott sztár, hogyha én meghívom őt a csatornámra, és nem kötök bele, vagy nem kezdek el vele vitatkozni, vagy én utána készítek egy műsort, amiben ellen megyek annak, amit ugye ők képviselnek, és én erre azt szoktam mondani, hogy először is, ez két különböző dolog. Tiszteletről van szó, egy sportolóról van szó, vagy arról van szó, amit mond. Amikor egy sztárinterjút csinálok, engem rohadtul nem érdekel, hogy ki mit mond sportolóként, mert nem azért van ott. Hogyha valakiről szakmázni akarok, akkor az podcast. De ha valakiről nem szakmázni akarok, hanem sztárinterjúban beszélgetni, akkor engem nem érdekel, hogy az illető azt mondja, hogy ő csúcsosítani tudja a bicepsét, és én pedig tudom, hogy nem lehet. Soha nem fogom azt mondani, hogy amúgy figyelj már, ha már itt tartunk, szerinted lehet-e csúcsosítani a bicepszel, ugyanis szerintem gusztustalan bunkóság lenne egy ilyet csinálni. Hogy hát meghízz... nem azt hívod meg, hogy megalázod a másikat. Így van, tehát meg a másik az, hogy az emberek elfelejtik, hogy akikkel én beszélgetek a sztárinterjúkba, én nem csak mondom, hogy 20 éve felnézek rájuk, hanem ez tényleg így van. Ezeknek az embereknek a poszterei ott voltak a falamon, sőt, a Lantos Johnny posztere a mai napig ott van a falamon, 25 évvel később is, mert egyszerűen olyan szintű tiszteletet érzek irántuk, és én ezt el tudom különíteni teljes mértékben. Tehát szerinted, és őszintén, szerinted mennyire vagyok én azáltal, vagy annak ellenére hiteles, hogy meghívok embereket, csodálattal adózok a fizikumuknak és a sportkarrierjüknek, és aztán egy-két nappal később készítek egy videót, ami arról szól, hogy amit ők mondtak 10 éve, az nem igaz. Szerinted ez gáz-e vagy nem? Tök őszintén. Hát szerintem az intelligencia kérdés, hogy az ember el tudja a kettőt különíteni egymást, hogy nem gondolnám, hogy gáz, de arra figyelnék, hogy ne kerüljenek vele az ilyen témák feltétlenül. Hogy erre figyelnek. Mert végül is, ami a te csatornádon van, az a te tartalmad, és ami ott elhangzik, az joggal feltételezhető, hogy az a te véleményed is, hogyha nem mondod azt, hogy nem. Tehát, hogy ez egy, ebből adódóan egy elég ingaványos talaj szerintem, úgyhogy én, ha erre kerülne a sor, akkor megpróbálnék nem az ilyen témákról beszélgetni, hogyha nem az a cél. Mert olyan is lehet, hogy figyelj, ez most egy szakmai vita, beszélgetés, és engedtessék meg, hogy nem értünk egyet, lehetséges, hogy egyikünk se hülye, lesz, ami lesz. Majd a különböző nézők eldöntik, hogy ebben az adott témában kinek van igaza. Ilyet is lehet, ha nem ez a cél, akkor én nem mennék bele olyan témákba, de nem gondolom, hogy ez gáz lenne bármilyen szinten is. Mert egyébként érdekes, hogy amikor ugye legutóbb beszélgettem a Páldi Gabival, ő hozta ezt fel, hogy ahelyett, hogy mindig csak beszélgetünk és egyetértünk mindenben, talán a nézők többet tanulnának egy ilyen beszélgetésből, ha megpróbálnánk olyan témát keresni, amiben nem értünk egyet. Csak ezzel az a baj, hogy ahogy most hallgattalak ma, amiket minden válaszod, amiket adtál a kérdéseimre, szó szerint azok a válaszok, amiket én is adok, amikor ugyanezt megkérdezik tőlem. Tehát ugyanez a baj Gabival is, meg veled is, hogy ha meg is fordulna a fejemben, hogy akkor a következő alkalommal esetleg csináljunk egy podcastet és próbáljunk meg vitatkozni, én nem nagyon tudnék olyan témát, amiben tudnánk vitatkozni, mert nagyon sok olyan dolog van a testépítésben, ami azért lássuk be tény. És hogyha most tényekről hogyan lehet vitatkozni, véleményekről lehet vitatkozni, tehát hogyha mondjuk arról vitatkoznánk, hogy a Csillagok között film az szerintem rohadt szar film, de az emberiség többségének tetszik valamiért, na erről lehetne vitatkozni, mert ez vélemény kérdése. De most nem tudom, hogy az emberek hogyan várják, hogy szakmai vitát folytassunk mondjuk a kreatinról. Hát most
Most a kreatívról tények vannak fenn a neten, 14 ezer oldal, azt te is tudod fejből, én is tudom fejből, most miről vitatkozzunk? Biztos lehetne ilyen dolgokat találni, csak szerintem az már inkább szőrszálasokatás lenne. Tehát van egy csomó dolog, ami meg ugyanakkor szürke zóna, arról meg azért fölösleges vitatkozni, mert lehet, hogy mind a kettőnek igaza lesz, csak mások a tapasztalataink. És meg még jobban összezavarjuk a nézőt, így van. Igen. Én is azt gondoltam, hogy vélemény, mikor az emberek kérdezik, hogy neked mi a véleményed bizonyos táplálékegészítőkről, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem nincs saját kutató laborom és tanszékem, szóval úgy véleményem nem nagyon lesz semmiről. Azt tudsz elmondani, de még az sem biztos, hogy releváns lesz, mert hogy más is hatnak ezek a szerek különböző emberekre. Teljesen más mikrobiom, tehát hogy nem biztos, hogy bárki az egyik, aki azt mondja, az egyik használ, másik szerint meg nem használ. Jó, és akkor most tényleg megígérem a legutolsó kérdést, egy kicsit megint visszamegyünk a testépítés, ez mennyire követette a privát életedben a testépítést? Tehát tudod-e, hogy kinyeri az olimpiát, követed-e a profi testépítést, világát, mennyire vagy ezekkel képben? Nem annyira, megmondom őszintén, nekem vannak testépítők, akiket követek, például említetted Ian Valert, őt követem egyébként, ugye Fuadabiat podcastot is szoktam hallgatni, egyébként én is, szóval őt is, Chris Bumstead, tehát hogy vannak azért egy páran, de hogy így nagyon a legismertebbek, vagy azok, akik valami oknál fogva így közel állnak hozzá, mondjuk Milos Sárcsev, őt is követem egyébként, ő egy elég nagy ponyának gondolom annak ellenére, hogy van, ami szerintem mondjuk az inzulin protokoll, az pedig tényleg azért elég veszélyes, meg necces, tehát valakinek használt, lehet vele próbálkozni, tehát hogy vannak embereket követek, de testépítők közül is inkább azok, akiknek a filozófiájával vagy egyetértek, vagy pedig sok dolgot hasznosnak találok benne, annak ellenére, hogy nem értek fel, a Dorian Yates is ilyen egyébként, Cutlert is követem például, de őt inkább azért menne benne az, ami tiszteletre méltó, ahogy vissza tudott vonulni, és ahogy megőrizte az egészségét, és hogy már egészen fiatal korától, mint amilyen a deep tissue workre, meg ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektet. Tehát szerintem nekem ez az, ami szimpatikus benne, de manapság a testépítés, hogy képbe vagyok nagyjából, Nick Walker, meg a Kiki Csoda, úgy kb., de hozzám a testépítés, mint sport, annyira nem állt közel soha, igazából, megmondom őszintén. Mert a kérdésem egyébként csak az lett volna, hogy ha követed ugye nagyjából azért legalább az olimpia ugye helyezéseit, akkor szerinted jó irányba megy-e az open testépítés, vagy a klasszik testépítésé a jövő? Csak érdekelne a véleményed. Mert ez egy vélemény lesz, és tudti, hogy nem fog egyetni az enyémmel. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a helye, és ezt majd a közönség az kiválasztja, hogy melyiknek tulajdonít nagyobb figyelmet. Tehát az open az mindig is arról szólt szerintem, hogy ott voltak ilyen szörnyetegek, úgymond, és ezt akarták látni az emberek, hogy minél extrémebbet, minél nagyobb bizon, persze legyen azért arányos, legyen azért formás, stb. De szerintem az már nagyon régóta erről szól, és ha bár voltak kitekintések, vagy egy kicsikét úgy nézett, hogy más irányba fog menni, de aztán gyakorlatilag egy ilyen új kanyarral most megint visszamentünk ide, ugye a Big Remivel az élen. Nekem ezek a formák nem csábítóak, nekem ez nem célom. Hozzám a klasszik akkor már közelebb áll, de hát érdekes kérdés. Tehát, hogy volt egyébként még az előző szponzoromnál egy vita erről, és akkor ott többel kell, például a Király Lacival is beszélgettünk erről, és ott mondta az IMI, hogy azért ezeket be lehet, a Bodó IMI, hogy be lehet ezeket azért kategorizálni. Úgyhogy a men's fizikre elég mondjuk 5 évet edzened, a klasszikra 10-et, az openre 15-et, és ebben azért bele lehetne kötni, de tény, hogy egy akkora izomtömeget fölépíteni több idő. Ebben én nem nagyon tudok belekötni, de annyira nem értek hozzá, szóval lehetséges, hogy butaságot mondok. Ezt el tudom fogadni, hogy abban a szempontból ez nehezebb meg ott. Több szert kell használnod okosabban, hogy te tovább el tudjál jutni. Nyilván a klasszikban azért itt is van egy limit, hogy a súly meg magasságkorlátból adódóan. Szóval az a leghardcore-abb kategória, ezt én így gondolom, de ez a személyes véleményem. Azt, hogy ez kinek tetszik, kinek nem, az megint teljesen más vélemény, ez engem ez nem izgat. Tőlem ez távol áll, ha már nézni kellene valamelyiket, inkább a klasszikot nézném, de engem az nem motivált, hogy egy kis fecskében álljak a színpadon soha, hogyha valakinek ez szimpatikus, akkor csinálja, ez egy tök szép sport, és rengeteg munkát kell beletenni, és tiszteletre méltó, de nekem ez nem az én világom egyszerűen, én nem ebbe akarok kiteljesedni. Egyébként biztos vagyok benne, hogy az, hogy én máshogyan gondolkodok ugye az Openről, mint esetleg a... Tudom, hogy az életkornak ez sok köze nincs, de azért lássuk be, valamilyen szinten a generációs különbségek is számítanak, mert amikor én voltam ugye gyerek, amikor a legnagyobb hatással vannak rád az ingerek, ugye ez a 13-14-15 éves kor, ugye azt ne felejtsük el, hogy amikor én 17-18 éves voltam, Ronnie Coleman volt a Mr. Olympia, tehát én azon nőttem fel, nekem az volt a jelenem,
és azért nyilván ahhoz hasonlítok mindent. Tehát én, amikor megnézek egy klasszikot, mert megnézem a klasszikot, én nekem az az érzésem van, mint hogyha 40-et léptünk volna vissza ahhoz képest, amit gyerekként láttam, és azért előrehaladást szeretnék látni ahhoz képest, amit gyerekként láttam, de nem látok, mert senki nem jobb, mint a Ronnie vagy a Jay, de majdnem olyan jók azért vannak. Tehát én ahhoz, hogy egy klasszik versenyzőt megnézek, valami iszonyú különlegeset kell nyújtania. Például ugye a Ralph Diesel a pózolásával lenyűgöz, de soha nem néznék meg egy klasszik versenyt, ahol nincs egy Ralph Diesel vagy egy Chris Bumstead, mert akkor azt érzem, hogy azt érezném, hogy a 82-es Mr. Olympiát nézem. De azt már láttam milliószor, annál jobbat akarok látni, tehát én így nézem ezt az Open klasszik kategóriát. Hát ez megint, hogy ki miért nézi, ki mire vágyik. Aztán igazából ez is igazából a pénzről szól, hogyha megnézzük, mint minden más, és amire a legnagyobb igény van, azt tolják majd a legjobban. Ha bejött a men's fizik, akkor az nagyon sokaknak tetszett, akkor azt jól megtolták, viszontosan visszaesett népszerűségbe, jön fel a klasszik, és akkor ezekkel lehet itt játszadozni. Én szerintem mindenki azt a kategóriát nézze, ami hozzá közelebb áll. Ennél jobban ez engem nem érdekel, megmondom őszintén. Jó. Akkor zárásnak feltennék neked egy kérdést. Megmondom őszintén, eredetileg úgy kezdtem el ezt az egészet ugye egy évvel ezelőtt, hogy mondom, keresek egy kérdést, amit mindenkinek fel fogok tenni, aztán meglátjuk, hogy válaszol, de ezután ez egy kicsit úgy a szőnyeg alá seprődött, mert elég hülye a kérdés, de most azért visszahozom, akkor szerinted ki minden idők legjobb magyar testépítője, és akkor ezzel lezárjuk. Hú! Jó kérdés, mi? Igen, jó kérdés, pláne, hogy a magyarokkal még annyira se vagyok tisztában egyébként. Ha? Nem szükszintem. Tehát én sose voltam egy olyan, aki gyúrós újságokat olvasott volna. Én azért kezdtem el edzeni 2012-ben abszolút hobbistaként, mert megnéztem a Penge 3 filmet, és abban ráérjön a fizikumon, az kurvára tetszett, mert atletikus volt, szálkás, és nekem ez a célom. Tehát én ilyesmi fizikumot szeretnék, én ennél több izmot nem mint tudnék egyébként valószínűleg, de nem is szeretnék egyébként ezt nyugodt lelkiismerettel kijelentem fölpakolni, és tőlem a testépítés világ az távol áll. Úgyhogy nem tudom. Én most azért fogom Király Lacit mondani, mert őt kedvelem, és egy ilyen azért. Nyilván nagyon jó fizikumban, de őt emberként is kedvelem, tisztelem, úgyhogy most őt fogom mondani, hogy ez mennyire állja meg a helyét, azt nem tudom. Egyébként nyilván, ha arról lenne szó, hogy minden idők legjobb testépítője, akkor mindenképpen más kellene mondani, viszont azzal egyetértek, hogy ha az lenne a kérdés. Viszont ha az lenne a kérdés, hogy jelenleg ki a legjobb, akkor én is a Király Lacit szoktam mondani, valóban egyetértek ezzel. Jó. Hát akkor majdnem belecsúsztunk a két órába, úgyhogy ne arra, úgy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Erre szántam ezt az időt, úgyhogy ezért voltam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt meg külön köszönöm, hogy tudtunk olyan témákról beszélgetni, vagy fel tudtam olyan témákat hozni, amiket egyébként én még eddig soha nem tudtam magamtól. Ehhez mindenképpen kellettél te, és a nálam sokkal szofisztikáltabb közlési módod, az kellett mindenképpen ezen témák megbeszéléséhez. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ezt megnézte, neked pedig ismét köszönöm, hogy itt voltál, és jövünk majd. Köszönöm a nézőknek is, hogy itt voltak. Sziasztok! Hello!